Jó, hát talán még itt, hát talán még élünk, jó van, talán jó. Üdvözlök mindenkit. Na hát, most már én is itt vagyok. Hát ugye ez a második nap, mert ugye egy kicsit én is késéssel jöttem be így éjszakára, aztán az alapküldiket megcsináltam, úgyhogy egy kicsit felpakoltam, úgyhogy megkeressük egymást a többiekkel. Azt nézem, hogy hát nekem Sziasztok, abba... aktivizői! Sziasztok! És egy ilyen kosjaci hoztója, tehát majd meglátjuk, igen, hogy mennyire bírja a gép, vagy hogy lesz. Azt nézem, hogy nekem kelet, dél-kelet fele van az én traderem. Hát, ti meg nekem pont nem arra vagytok, úgyhogy inkább hagyom a traderemet, én megyek felétek. Jó? Hát mennyi a feladatot Hát azért de az annyira csinálni? messze van, hogy én most... vagy várjál, hát nincs olyan messze, hát 325 méter. Hát az mondjuk nincs messze. Na jól van, 325 métert, ezt lekutyagolok, jól van. Addig itt mi próbálunk valami Jól ízét. van, Csani, végül nálad is. van főzőedény? Nincs. Szevasz Gellért! Na, mint hogyha ott arra felé, merre vagy Csoni, arra felé zöldet látni. Elszaladok a Nézd. traderhez. Hát hülye Menjünk hely. Ja, az már párba. ott a trader lesz. Jó van akkor. Várjál, Lacikám. Ugye itt élettem, mert látszik, itt csináltam meg itt Jó. az éjszaka, itt csináltam meg az alapküldit, ugye itt megcsináltam, amiket kellett, meg ugye felöltöztem, egy kis, hát itt csináltam ilyen kis gúnyát magamnak, hát amit szokás, a szokásos. Hoho, ho, 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 az a nyádat, te meg csak itt kúszunk, mászunk, tata. Csonikám, a tollakat azt ugye szeded, azt ugye nem kell. Eldobtad? Eladtam. A tollakat. Hát te is nagy túlélő lesz. Az ott egy maci. Mindenki találkozik macival, és ez tudja, hogy zombi medve, ahogy nézem belőle. Jó, akkor zombi medvét azt most elkerüljük, mert 14 lőszerem van, az biztos, hogy nagyon kevés lesz nekem erre. Mert lehet kipróbálunk már valamit, tehát úgyis ritkán szoktam. Már most vagy meghalunk, de kipróbálunk már valamit akkor. Csak viszont egy picit félrevonulunk, csinálok még fakeretet. Mindjárt válaszolok Csabikám, látom. Szia Csabikám. Azt mondja, hogy Laci bácsi, megszűnt a Discord csatornám? Igen, megszűnt a Discord csatornám. Ágyikót lerakom. Legyen hol éledni. Maci? Megszűnt. Maci? Laci! Mondjad. Disznó. Igen, látom. Ezt most kipróbálom, hogy ez működik még ez a trükk? Vagy már nem működik? Hol van a disznó? Nem arra, merre én megyek. Működik ez még, vagy már nem működik? Nagyon kíváncsi vagyok rá. Lehet, hogy már nem működik. Nálad van hús, Laci. Ha nem működik, akkor futnunk kell nagyon gyorsan. Akkor adok majd neked húst, hogy ne úgy cipeljük. A 14 az, hát az meg az a baj, hogy az még akár működik, akár nem. A 14 lőszer az meg nagyon kevés lesz, az így még nem lesz elég. Kellene, valahogy de szedjük már még egy kis tollat. Tollacskát. De én itt gyártom magamnak a nyílveszőt. Keresünk még tollat. Minél több legyen. És? Na arra az őt felé menjünk, Johnny fiú, mert... Biztó is lehetett volna benne, az még jól jött volna. Úgyhogy azért, már ezt elmondtam a live-ba, de elmondom neked is, Csabi. Axelnek a Discordján megtaláltok, ott van külön szobám, de rám is tudtok írni. Ez mennyi lett 18? Ott folytatjuk a dolgokat. Az elég, vagy nem elég? Igazából ennyi a történés. Még 12, hát ez lassan csak elég lesz. Egy macira. Egy macira csak elég lesz, abból meg már kivettem. Jó, de jó. Jó. Mit akartál te ittem? Meg akartál ölni? Ha itt van még egyáltalán, Maci koma és nem áll tovább. Szerintem csak barátkozni szeretett volna veled, Laci, de... Ki? A madár? Igen, attól tartok én is, azért hát, nem szívta tudom. Le az életem. Nem tudom, lehet, hogy ebből nem lesz. Madár lesz, az jó tolnak. Hát ez nem biztos, hogy... Macika lehet, hogy eltűnt. Macika eltűnt? Na jó, hát ezt a maci tornyot, ezt lehet azért itt hagyom. Jó, mindegy, elmegyek, mert már az a lényeg, hogy
Macit nem tudom, de viszont esetre elmegyek a traderhez. Na itt megérkezt. Na, zöld hely, na milyen szép helyek van. Csonikám azt kérdezi Csabika, hogy hogy vagytok. Szia Hagan, szia Eligma. Szia Enigma, szia Hagan. Szia Magor. Acikám, vigyázz mögötted. Csak egy napot. Hát éjszakára, én éjszakára jöttem be a játékba igazából, és éppen annyi, hogy csak megcsináltam az alapküldit. Csak a fiúk nem is erre vannak, csak hát ez itt van 100 méterre már ez a tréde, ami nekem kellett, úgyhogy akkor már csak Hagannak elszaladok. Köszönöm a dollár lootsot. Hol lehet ez? Ja, én el is mentem mellette. Oh man. Axelnak meg kapunk majd periféri tágítókat. Reménykedünk benne. Csabi, hogy vagy? Jó, hát ide csak eljövünk, megnézzük. Na jó, én szerintem most gyorsan akkor megyek, majd jövök vissza. Ja, még jó, hogy nem te hoztoltad a játékot, mondtuk is. Na, igen. Most Jácinak fellélegzik a gépe. Szia Csonikám, és még egyszer nagyon sok boldog szüli napot. Így van. Isten eltessen sokáig. Ah, jó van. Nekem ide kellett jönni. Hello, csukjuk. Na, én keresek valami olyan helyet, ahol lehetünk itt tanyázni, és csinálunk valami hello, furcsa helyet. Én is jól vagyok. Te is jól vagy, örülünk neki, lettikém. Jó, ezt megcsináltuk, ezt is még egy kis lőszert neki. Axel, hogy vagy? Azt kérdezi. Csabikám. Csabikám, itt vagy? Ó, én nagyon jól vagyok. Vidrussal beszélj, mert Vidruss nincs jól most. Csidrust keresd meg. Na, nem is tudom, hogy meg... hány ponton van nekem. 4. Aki esetleg még nem tudná, Axelnél is megy a live. Beütitek a chatra, hogy felkiáltójel Axel, akkor ott kidobja nektek a csatornát, illetve a leírásba is megtaláljátok Axelnak a csatornája linkjét, és akkor itt is szemen tudjátok, nyomon tudjátok követni a játékot az ő szemszögéből. Hogy is vagyok? Ja, maradt még ponton várjunk már. Ja, már te pontozol? Ja, hát csak teszek tán. Mondjuk már nekem is kell, hogy legyen. Csak teszek, akkor... Ó, van 5 pontunk. Hát akkor még teszünk... Hát azt erre is jó lenne mondjuk tenni igazából, hogy... Ja. Na. Akkor viszont én most már... Szia, Axel. Csaba! Jó van, ebben jól tetted. Jaj, hát te meg. Bű. Ezt mondja bű. Na ez a boom headshot, milyen jó, hogy tettem el. Jaj, de jó. Pont ilyen helyre török be én boom is. Headshot. Apa, ez már elé ment. Ne haragudj. Mit akarsz te itt? Laci vagyok a hegyről. Elragudjatok, mert nem kell. Hopp, hopp, na gyere ide, ahogy. Ennek lerepült a feje. Hát nem tudom, a macikvány csak ott van az ágyam, mert akkor az út is itt lesz valahol. Egész biztosan. Ó, oh, most már lesz vizem, vagy nem, de nem tudom, majd látjuk mi lesz. Hol volt a kis maci tornyom, az várjátok, az ott van, akkor a maci meg itt volt. De hol lett a maci? Hello maci, mire elmentem nyilvesszőket szerezni, addigra meg eltűnt macika. Te már macit akarsz ölni? Hát gondoltam, hogy igen, de hát addigra a maci elment. Ó, nézd csak, itt találtam a szerek, pörkölt. De egészségetek. Akkor van egy madár viszont helyette. Köszönösség, bandás, kötszer, 8 darab, gyártsad csak lefelé. Hát, nem tudom. Maci! Mondjad. Maci, nem Laci, Maci. Maci Laci. Ja. Maci Lacit keresem. Ó, meg Laci a főzőedényem is meg, már jól van. Ja, az jó, mert nekem nincs. Meg egy csontkés az még tuti lenne azért, ha nézzük.
Na, lőd már le! Lőd már le, merre? Most hova? Eltűnt. Hopp. Hopp, egy madár. Úgy néz ki, mintha milyen közel lenne. Na jól van, hát akkor ezt a kis maci csapdát lebontom, mert ez ide, ez a zombi maci miatt lett volna, hogy kipróbáljam, hogy ez még működik-e vagy nem. Jó, hát majd építünk egy másikat, ha úgy adódik. Na megyek, Laci bácsi, én még ezt is felkapom, aztán megyek. Hát, nem kérdezni akartam, te vagy az a zöld, de hát csak ketten vagyunk, úgyhogy biztos. Jaja, ketten vagyunk. Közben én itt a... Jó, de jó, 60... 60 nyílveszővel mit kezdjek? Köszönöm. A raft nem lesz... Ó, most annyi játék van, ami... Hát, hogy belekezdtem, és igazából ki kellene játszam, tehát ami most legelőször én legszívesebben kijátszanám a Tomb Raider-t, ami hát, szóval azok olyan, hogy záros határidőn belül ugye ki lehet játszani, és tehát az ugye X idő, mert ugye egy 7 Days odáig nem lehet kijátszani, de mondjuk azt ki lehet játszani. Aztán ugye a Far Cry Primal-t is szeretném játszani, azt is ugye kijátszani, és akkor amikor ilyen ezekkel így végeznék igazából, akkor kezdenék legszívesebben bele már úgy olyanokban, hogy Enigmától is kaptam most születésnapomra játékot, meg másoktól is, és csak hát nem akarok már annyi frontot nyitni egyszerre. Hát most is inkább Tomb Raiderről volt szó, aztán a végén Laci éve belekezdett ebbe, és hát na, fellángoltam én is. A régi érzelmek, a nagy szerelem, úgyhogy én is itt vagyok. Úgyhogy így lettünk. Miért hallok én kutyát, valahol kutyát hallok? Akszer sietség. Laci, az a helyzet, hogy te, hát vajon már nézd, nem látszik. Itt vagyok, zöld területen. Jó, 900, na mindegy, 8-900 méterre vagy. Hát itt egy város amúgy, csak nem tudom eldönteni, hogy ez milyen város, mert elég havas, legalábbis ez a fele, aztán, de mintha lennének arra zöld fák, szóval lehet, hogy az egyik fele viszont, lehet, hogy az egyik fele az zöld, még az se lehetetlen, hogy nem. Bement ide a kutyuska, nem, és... Azt nem tudom, hogy van itt egy ilyen... Van itt egy ilyen kis farm, hogy vigyek esetleg kucut vacsorára. Ez nem lenne baj, mi, hogyha... Van húsom. Igen? Csak nincs majd most... megsütni, gondolom. Még nincs főzőedény, azt eltaláltam. Így van, Csonikának ma van a szülinapja, ma van a jeles nap, azért is mondtam, hogy... Hát azért, hogyha ezek ide bespawnolnának már pedig, ja nem, ezek a tuti, hogy belül vannak. Írta is Hagan, hogy ebbe a tárolóba lehet ki, hát volt is kutyi. Ezek a bent lévők persze, mert ez a tornyos ház, és ebbe itt vannak belül, sokakkal együtt. Hát nem tudom, de mindegy, én ezeket annyira nincs szívem itt hagyni, ezeket a malacokat, hogy... Hát ne hagyd ott, csak, jó lesz az. Ez mi? Ez vas, ó, az anyátokat, ez fa. Akkor neked van főzőedény, ugye? Van minden, mi szemszájnak ingere. Csak pekmólom is van, úgy látom. Ú, az oskolája, hát mindegy, valamit eltudom. Én már pörköltet benyomtam. Ezt meg megeszem. Benyomtam, de mindegy. Ezt meg eldobom, és akkor így valahogy kicsit rendbe szedem már magamat. Sőt, helyre jöjjünk. Ott van Malagy. Szevasz, majackám. Te érted, jöttem. Ott van Kende 2, jól van. Értetek, de jöttem. Megyünk enni. Eszünk egy jót. Csak elfejtem mondani, hogy ti lesztek a főfogás. Hát ott fent is vannak jó kis dolgok, csak igazából abban nem akarok nagyon belefolyni, mert akkor belemegyek. Ezt is igazából én nekem ez nem kell, mert nem fogok ilyet csinálni. Ezt inkább ezt átteszem. Ja, ebből megcsinálhatnék egy kis... Hogy ne csinálhatnék? Jó. Muszáj egy kicsit tehermentesíteni magam. Hello, te meg miért arra mész? Én meg kell buta. Malac elindult a másik irányba. Ez meg egyből fejbe sikerült. Én meg elindultam fejbe. Majackám, az így nem jó. Nem is azt kellett volna tenni, hanem szerintem ezt. Lootolási helységek azok lesznek.
abban nem aggódok. Tehát lootolni fogunk tudni. Ja, itt jön. Hello! Jól gondoltam, hogy kapok egy pofát. Ductate az mindenféleképp. Farkas. Nem tudom, hallottátok-e, vagy átment a hang, de farkas hangot is hallottam. Farkas vonyítást. Vigyázz, mert ahol egy van, ott még van kettő. Hallottam is azért, csak gondoltam, hogy nem találom el. Áh, nem áll, célozzál már le. Itt van egy szálloda is. A Storkon sikerült. Hát ezeket de szállítani. Nagyon csajosokat tudok lőni most még. Hát már rég játszottunk vele. Hát nem azért, csak ugye itt a játék elején sajnos ilyen, hogy itt még nem vagyunk túl erősek. 4-5 hónapja vagy hogy játszott? Szia, mami. Jaj, ott a kígyó. Kígyó. Ja, jövünk egy kis... Megint szomjas vagyok. Nem baj, van itt egy kis... Erről jön pedig a farkas hang. Mami, ne menj sehova, itt vagyok. Így. Hoplá, hoplá, hoplá. Kitrákodj. Kell nálunk üvegnek lenni. Kitrákodj. Kell nekem egy kis majacka. Majac husi. Még a kígyó husit se hagyjam ott. Hol van? Hogy van a mappunk? Á, arra van egy kis víz. Valahol ott. Hol erre felé van egy kis víz. Hát végül is nem baj az, hogy egy kicsit. Jó a játék, igen? Hát örülök neki. Jó, ott kígyó volt megint. Jaj, gondoltam. Hallottam ám én, hogy itt vagy a hátam mögött a fene a pofát. Nem jön át a kígyó. Azt nézem, hogy 87 husi. Kígyóká. Nálam is van 160, de már éhen nem hal. Itt van, azt mondja a vizet, de elmegyünk mellette, valahol itt van a víz. Ja, itt van a kígyó, ott van. Ah, de béna. Béna így a grafikájnál, mindegy. Átnyúlt szegény kígyó, aztán kapun keresztül öltem meg. Na jól van, főleg ezért jöttem, most nem akarok majd a felmenni, mert az már megint elvinne egy csomó időt. Na 103. És én szerintem nem is húzom az időt, úgyhogy megyek. Csak itt van egy farkas valahol, és ezt jobb lenne, ha én látnám meg előbb. Mint ha ő lát meg engem. A fene a pofátokat. Te voltál, az téged öllek meg első. Mit szólsz? Elmennék egy kis vízé és hátba támad. Ja. Na mindegy. Szia Letti! Lacikám, milyen messze vagy? Nem látom a számokat. Itt vagy már 3-21, jó. Na, meg közben én is elindultam felé, csak vizet akarok szerválni. Csak itt gyilkolnom kell meg. Gomba, minek az nekem? Vagy krumpli, gomba a fenét, krumpli, de minek az nekem? Szerintem gyilkolnom kell, mert más lehetőségem nincs, hogy elmenjek egy kis vizecskéért. Ez már így jó. Tojás. Jó, hát majd valahol alszunk egyet. Legközelebb. Most már nem a szabad ég alatt. Játszótér jó lesz aludni? Most csináljunk ilyen no base challenge, hogy ne legyen bázisunk, hanem aludjunk az utcán. Legyünk csövesek. Legyünk csövesek? Aha. Nézzük már, ez a kék autó nekem szimpatikus. Hát, ha van benne valami. Csoni, itt van, boldog születésnapot! Jól van, így szuper. Van. Csoni fiúnak boldog születésnapot. Még vagy 500 évig. Na, erre menjek. Menjünk itt egy erre.
Szevasz Vazovszki, köszi szépen. Köszi mindenkinek a lájkokat, és hát ugye Kostya Laci hoztója a játékot, ahogy írtam is, tehát megyek Lacit, ugye én az lett a cím, hogy megyek Lacit megmenteni, de hát ugye hát Laci hoztója a játékot, most ketten vagyunk bent, és tényleg hát ketten írtad, akarunk megyek túlélni. Megyek Lacit megmenteni. Hát akkor haltatok meg, pont. Úgyhogy meg, ja itt is van már. Szevasz Laci, milyen egy szakállad van? Ellopták a borotvát? Vagy micsoda? El. Vagy ellopták a hűtőszekényt, és rajta volt a borotva? A tévét. A tévét, jó. Csináljunk valami éjszakára valamit. Éjszaka az még nagyon soká van, még csak fél. Megnézem már ezt az autót, annyira patikus nekem, hogy megnézzük, mi van ebben. Kéne valamit keresni valami helyet, ami... Hogy azt mondom, hogy csupa fontos dolgot találtam, egy kis olmot. Ez most így jól jön. Hát ezt megnézted. Hát miért igen, csak valami, egy... csak ugye olyan helyen kéne, hogy ne azért ne ennyire belvárosba, hogyha... Ne ennyire? De mondjuk, hogyha most gondolod igazából, le kéne valahol rámoljunk, és valahol hát az... most lehetne egy ilyen lapos tetős ház tetején, aztán most azért, hogy annyira, hogy lerámoljunk, és akkor utána meg majd építünk valamit. Mert most tényleg annyi nincs, már tele vagyok, hogy nem nagyon tudok mozdulni se lassan. Úgyhogy ez szerintem ennek a... Tetején, igen, hát a tetején, igen. Hát nyilván be is kell majd menjünk bent, és lerendezzük, hogy ne legyen nagy... Nézzél, mondjuk a következő éjszakát akkor itt egy kicsit összeszednénk magunkat, meg anyagokat, minden, és akkor utána építünk. Itt van létre, csak lekült. Igazából akár ez egy ilyen... Már nem mindegy, mert keresünk egy ilyen zöld területet. Jaj, szervusztok, Zsolykán! Ja, alulról már jönnek fel. Itt is itt van. Itt a tetőn én kinyírom őket, jó? Hát én is itt vagyok. Én éppen véletlenül levémutottam, ahol beszélünk. Aha. Ennek megnézem, itt is még van. Ott van. Van még. Jaj, belé menj, ne haragudj barátom, hogy túléled. Még szenvedned kell egy kicsit. Köszi Laci, lőd le szépen. Adjál neki. Jó, én nem tudom, én le is dobom ide a kis ágyikómat, hogy ne is zavarjon. Ide csinálunk majd egy kis ládikát, és szeretnék tényleg egy kicsit megkönnyebbülni. Egy tűzhelyet csinálj, hogy tudjak csinálni vizet. Azért nem tudtam beszélgetni. Micsoda? Miről szeretnél beszélgetni, Lett? Nem tudom. Kicsit kirámolok innen akkor, ami nagyon van nálad kő? Hát van valamennyi, mert ütögettem. De mindjárt lemegyünk, aztán meg is kellenek anyagok, megnézem, hogy mi csak is. Csak azért, mert vizet csinálnék gyorsban, mert mindjárt szomja. Ja, hát adok én neked egyet, várjál. Vagy, ja, adok van én... koszos vizem, de itt, ez tiszta. Meg azt, azt én még nem ittam vizet, amióta itt. Csak egy üstöt csinálj, vagy mi? Mindjárt csinálok. Sziasztok, visszatértem. Na, oké. Oké, Csoni. Beteszem a csontot. Na jó, és innen már csináltunk is egy... Ti nem tudjátok most, hogy hol vagytok. Hát vagyunk már miért? Egy. Ja, a fa nincsen. Jó, nem tudtam már, hogy mi a baj. Itt voltunk az első szeron. Ezen a házban voltunk. Én is iszok már egy vizet, mert nekem is kell, viszont akkor azt mondja, hogy kellene nekünk. Ja, nem tudunk csinálni sonkatojást, mert azt ki kéne tanulni. Basszus, kladinét. Várjál, mindjárt kitanulom, van pontom. Ja. Azt mondja, hogy el is felejtettük, igen, hogy Master Chef, ugye? Én is iszok könnyet. És akkor most elméletileg, akkor add ide a tojást meg a húst, tedd be a ládán. Elküldtem az invite-ot. Na, én odalent akkor kicsit szétnézek, mert nagyon, nagyon nagy a zsibvásár odalent, és akkor, hello, már itt jönnek is. Vigyázz, megy fel, vagy nem, jön le. Hát ti meg nem döntöttétek el, hova akartok menni, igaz? Jaj, várjál már, főgyulladt. Azt mondja, hogy mit akartam, tehát...
Ja betetted a húst meg a tojást. Nálam van 14. Az a jó, amikor ilyen sokan jönnek, mindegy hova lövök, csak fejmagasságba lőjek. És nézve ide egy kis tüzelőanyagot. Hát 12 tükörtojásos húsz lesz, mert kénk szedni kell tükörtojást. Ja, hát tükörtojást, jaj, biztos kell. Tutkó. Hát én nem foglalkozok ezekkel, nem érek én rá ilyenekre, hogy végignyomkodjam. Közben én itt, amit akarok, az itt a passzolva. Ezt fölteszem. Hát van itt még, vannak itt még, kérem. Mi ez a kaki? Nem kaka volt, vagy mi volt? Ja nem, nem az volt. De mérgesek itt bent, Laci. Olyan mérges emberek vannak itt, félek. Hajd elmúlik, tudod. Ha meg valami kinyissák, én meg addig nézek egy tuskót, hát ha lesz egy nézünk. Szevasz Ferenc! Gyere be Feri játszani! Már még ez csak hostolja az ide. Szia Feri! Tegyük tönkre Lacinak a gépét, mert én nem szerőgem. Lacinak tegyük tönkre a gépét, nézzük meg mennyit bír. Még bírja, nem. Megy a live, de azért csak Ryzen proci van benne. Ó, de jó, mindegy hova lövök, gyerekek, mindenütt találok szinte. Igen? Hát annyian vannak, hogy mindegy, tényleg. Ó, hát ti meg. Na, ezt kivétjük, ezt magunknál tartjuk ebbe. Két. Jó, oké. Akkor ütni kell követ, meg le kell ütni oda lenne a dolgokat. Hoplá. Kitrákocs. Ebben van valami? Nincs, már kiszedtem. De alsó kettőt kell leütni, ugye? Jó emléksz? Jaj. Mi van? Partizol nélkülem? Most buli van itt. XP farm van, ja. Belém esett a kisrác, de vigyáztam. Beléd szereted? Ha. Beléd szeretett a Zsolti meg a Lia. De a Zsolti is most már nem sokára jön, azt mondta fél órára szalad el. Igen, Zsolti elszalad, de valószínűleg jön vissza. Minden igaz. Minden lőszer ilyenkor még kincs. Azért na, lett egy pontunk? Hurrá! Azt mondjál én. Rá is teszem, hogy a legszívesebben rátenném ilyen álcsolja, de persze nem tudom rátenni, ezért egy ilyet veszek. Na jól van, kettőt. Hány 34 lőszerem van, az még szupi. Kettőt leütünk ebből, oh. Vagy hát mennyit kell? Kettőt kell leütni, ugye a létrából? Alszanak bent. Alszanak bent? Hát még itt alszanak, csicsikálnak bent, tehát ezek még szerintem ránk fognak itt ugrani. Ó, egy ilyen pöri, nekem már nem is kell semmi, van egy pörim, ne izélje. Szevasz Csikaru. Mi ez a játék? Igen, ja, hát olyan ismeretlen. Régen láttuk. Tényleg mindjárt történelmi fejtágítókban egy kicsit csak... Na ezek a fajta játékok azok, amik egy kicsit elvonják az ember figyelmét a chatről is. Ezért lettek betéve azok a kis figyelmeztető hangok, hogy az ember odafigyeljen. Zsolti, már van vészhelyünk is. Nézzük már, mi van, de tényleg azt hát, ó, hát gyerekek. Caps lock. Pöri. Nincs bekapcsolva a caps lockom. Ó, ezt a sok... sok romlott húst minek? Na, de nem baj. Jó, mert... az is. Én is, te Zsoltikám, te is a live-ot, azt úgy gyere be. Hoppá, ho-ho-ho-ho-ho. Na, hát ezt eddig mit csináltál itt? A többiek mindenki jött, te meg csak lustálkodsz, barátom. Az így nem járja. Ja.
csak itt lustálkodsz. Hú, amikor játszottunk a 16-ossal, azért az mennyire szokatlan volt, hogy például ilyenkor, amikor megjavítottuk az eszközt, akkor nem tette oda-vissza a kezünkbe, meg ilyen apróság, de nagyon sok fejlesztés volt azért ebben a játékban. Volt egy fel. Tényleg. Ó, találtam egy pillanat. Amihez hozzászoktunk, és utána, amikor 16-os nosztalgiával elővettük, akkor úgy, hogy hoppá, hoppá, mindent így kell, hoppá, és az olyan furcsa volt. Viszek estére egy kis alkoholt, jó? Nem baj, a piát én viszem. Jó, rendben. Úgy is szeretünk bulizni. Úgy látom, hogy itt még vannak egy páran. Most mit csináljak vele? Tehát ő is be kell oda menjek, úgyhogy szerintem ezt itt kinyitjuk. Azt aki, vagy kinyitja ő. Majd kinyitja ő. Kinyittatom vele. Hát azt is majd alkalmattam, de hát egy szép tévé. Na nézzük, barátom, nyissuk ezt ki. Úristen, ez ilyen lassan. Miből van? Ez fa. Az autó, az lassan. Kéne lassan menni szerintem. Egyszerűbb lenne. Az autó, az lassan tudod. Ez baj, hogy valaki hátba fog támadni, én attól félek. Ha már valakik meghalották. Szia, Klári! Ó, Donna Klára! Ó, mamma mia, Donna Felcső! Egy fejes! Ennyi 33 lőszerem van. Ó, de jó, hogy itt van a szomszédban. Van itt a szomszédban egy ilyen kémiai station. Talán. Juhú! Juhú! Hola, köszön. Nyami. Mit akarsz itt, Maricsú? Dobd el magad, baby. Nem szabad akciábácsit megütni. Hogy kirepült a feje? Hadd neki. Nem szabad akciápapát megütni, nem szeretjük az olyat. Fejnékli. Fejnéklie. Apu, a szomszédban gonosz medvék vannak. Csak a szomszéd? Na nézzük. 40 dodó! A víz, hát elműntik már 40 dodó. Ha. Amúgy tényleg víz van valahol? Van. Csókola. De itt van nálam is, ha ide jössz. Már nem is úgy értem, hanem hogy valami, amiből lehet meríteni, mert üres üveg az van nálam is. Csak hogy... Főztem is. Meg itt vannak ilyen medencés. Na, azt kérdezem, hogy ilyen medence van. Van, van. Ugye nem. Na, ugye nem. Na, jönnek a szomszéd házból. Felébredtek a szomszédék. Felébredtek szomszédék. Vigyázz, mert a szomszédház ilyen medveház. Szia, lett itt, Twitch-en. Ja, az itt már mind jó, az ki lett. Jó. Jó lesz ez. Szia, Blanka. Ugye, hát Kosia Acinál is megy a stream, csak mondom, aki esetleg még nem tudná főső, tehát ugye ő hoztolja a játékot, tehát ő hozzá léptem be. Van egy csomó konzervünk, de nagyon sok tényleg. Az nem baj, jó lesz az, hogyha éhezel. Te itt a klotyóba voltál? Voltam hát úgy a klotyóba. Láttam, hogy nyilvesszők a falba felejtve, úgyhogy igen, voltál. Én voltam, onnan jöttem. Ott kezdtem a pályafutást. Ott jöttem be, itt kiütötték nekem a zombit. Azt nézem, hogy este 7:30 van a játék szerint. Jó, ez még nincs, ezt szedjük szépen innenki. Találtam széket. Te ide érsz hozzánk? Még az éjleple előtt ide érsz hozzá? Régen itt vagyok, Axa. Tényleg? Akkor sorry. Azt mondtam, hogy vigyázz a szomszédba, hogy van ilyen. Ja, hogy az te miattad jöttek a szomszédék. Igen.
Mert bementem és rájöttem, hogy ez egy medveház, és inkább... És tojást hoztál? Na, addig egyesé, gyere, még tojást nem. Jó, azt nem egy csomó csőt főzővet. Megvan ezeket is, jó. Megint felmegyek kipakolni, és akkor utána még majd... Hello, Westy, hogy képzeltétek itt? Hogy fogunk itt hazamenni? Ja, mondjuk fel lehet odaugrani, ugye? Majd csak elvagyok ettől szokva, de... Aha, nézzük, nagy gázzal. Aha, feljöttünk, jó van. Na, rették kis koncernünk. Ó, koszos vizet begyártom vízbe. Úristen, miért vagytok ki ott? Jövök én is tiszta. Na, oké. Okay. Nézők, mindenkinek. Na, itt van Zsolt is. Én is, te is a live-ot, Zsolt. Nem, mert én most egy részbe jövök, tudod. Majd nem tudom, esetleg, ha később úgy ráállok, akkor... Vagy csak így beugrottam hozzá egy kicsit játszani. Na, volt itt még egy tojás, hogyha kell, még bedobtam egyet ide. Okay. Jó, hát viszont... Én úgy szeretem elkezdeni, hogy a sorozatban vagy. Aha. Viszont van... Ja, ezt én azt nem tudom mondani, ezt hogy itt nálam ezt sorozatban tudod, mert jövő héten délutános leszek, akkor délelőtt tudsz. Délelőtt nem szoktál lenni. Szóval vannak nálam üres üvegek, majd ezt valahol meg kell meríteni. Add ide, azt elmegyek megmeríteni. Csak hagyd pakoljak ki. Akkor... Na. Hát tudom, lett főzőedé. Dobjam ide? Na, akkor ide dobom neked. Van. Van főzőedé, én sem ötöm ide. Igen, már azóta találtam. Csak ide kell elrohanni. Hát tudom. Még 20 óra 21 van, úgyhogy éjszaka mentél, éjszaka jössz. Éjszaka mentem, éjszaka jövök. Bezárom. Jó. Azt mondja, hogy... Meddig csináljuk, elmegyünk az első holdáig? Hát én ráérek. Én ráérek, maximum kaját, így megyek ki a konyhába. Addig meg majd beszélsz. De én is gyorsan ettem. Én is érzek ilyen vacsora illatokat. Felől. Na itt igen, itt lehet köveket, egy kicsi köveket kellene ütögessél, hogyha nincs köved. Majd fogok ütögetni, de most elmegyek vízé. Ja. A víz az pontosabb. Mi van itt bent? Itt, ja, itt nincs víz, ez nem olyan ház. Na voltam vízes helyen, mindjárt ott. Ugye ezek a só, itt lesz majd bánya is. Itt a kis apartman vizecskével. Ja. Érkezik kiégett angyal, igen, mint az Edda énekli. Azt nézem, hogy lette 1323. Igen, az már volt Figaro-nak a... Ezt már felolvastam a délelőtti live-nak a végén, amikor arról szólt, hogy Kádő Robert sikertelen pénzreform kísérleten, de Temesvári országgyűlésen elrendeli a rossz pénzek visszahívását, igen, ez már volt. Na, hova is menjek be valahova? Hát igen, ez medvésház, most oda azért így nem mennék be konkrétan, mert azért nem csak medvék, hanem mindenki futni fog, az most azért így nem hiányzik. Nyugi, én már kivittem őket onnan, úgyhogy... Miért, a medvéket is kivitted? Szuper! Nem, azokat nem. Akkor jó. Viszont ebben a buzibárban... Ja, itt is voltál ezek szerint. nem voltam. De most tényleg nem jársz ide, ilyen helyre? Én nem. Á, nem, itt van, mit ugrál bent. Á, nem jár ilyen helyre. Na, viszek egy kis anyagot, mert is kellni fog kötöző szernek, vagy kötöző anyagnak. Ő nem jár ilyen helyekre. Szia, Blanka! Játsszuk a nézőknek, menjek be! Igen. Szia, Blanka! Tök jó egyébként. Ilyen nagy sötétben amúgy én se látok semmit, csak futnak rám. Hát az a baj, hogy hát nem az alapvetően, csak hát nincs. Még az emberekkel nem lenne olyan nagy gond, mert azokat igen, csak hát annyi lőszer egyszerűen nincs nálam. Vagy hát nem is tudom most, hogy mennyi van, de majd mindjárt meg is nézzük. Hát nem olyan sok van, tehát ott van bent két medve, hát, és még az emberek, meg mindent, ez nincs annyi lőszerem szerintem, amennyi kellene a történethez. Csak tojás egyetek. Hát egy marad, egy van nálam már, de több nincs. Viszek egy kis klotyóvizet, klotyóból. Na, gyere, indulok felétek, aztán meglátjuk, hogy... Hát gyere! Na, csőfogó!
Ott a zöldbe én is letelepszek. Szevasz, Fater! Első éjszaka elbordítottam. Hát én nem tudom, gyerekek, nem fogtok sokat látni, persze én se, igazából így este, és hát ti mondjátok meg, hogy hogy legyen, mert én legszívesebben feljebb venném éjszakára egy kicsit a gammát. Hát igen, de mert hogy most az a baj, hogy az hagyján, az is persze fontos, hogy én mit látok, de a nézők sem látnak semmit, ha én nem látok semmit, tehát igazából, és az úgy nem biztos annyira. Én azért veszem föl. Fölveszem, és reggel úgy is szólnak, hogy kicsit magas. Általában így szokott. Egyes, és majdnem ki van végezve. Hát csak jobb, hogyha ők is ugye azt hát látják. Ez az, Ferenc, hát lobbizzál már légy szíves egy kicsit, mert hogy már annyi, olyan régóta mondjuk, és nem hajlandóak pedig. Hát így nem nagyon sokan járnak fel arra a szeróra, viszont emígy meg tényleg bejárnánk én is, Zsolti, Zsolt Game és minden, tehát bejárnánk, hogyha csinálnának hát kezdenék egy sorozatot. És sorozatot, így van. Én is kezdenék sorozatot. Meg akkor szerintem már Axel is kezdeni egy sorozatot. Hát akkor persze, akkor játszom. Ez már három YouTube, de kell még pénzt is adok be. Sőt, meg én is kezdenék egyet. Na, már négy YouTuber. Na. Akkor már négyen kezdenünk. A véres képen jött fogjátok. De hát, ha nem indítanak, akkor jövő héten bérelhetek egyet. Ha indítják, akkor jövő héten bérelhetek egy felújtsoltot. Cső. Jó, hát majd megbeszéljük. Én is akarni bele nem akarok. Én magamnak tudom ilyen. Most egy hónapra kibérlem. Nem tudok előni, olyan lassan lövi, mert úgy hozzá vagyok szokva egy bizonyos sebességhez. És nem. Na már van sör is. Van már, kaja is van. Hoztam még tojást. Még egy ilyen. Nagyon jó. Hogy vagy, Blanka? Úgy tűnik, hello. Ó, kis barátom. Ugye már kong a fejem. De hülyén futott, hát annyira hülyén futott, hogy annyira cikázott, ahogy ott átjött. Most már nem látok róla semmit, hát hol van? Ó, gyerekek, olyan sötét van, nem látom, hol van. De tényleg nem látom. Úgy belelőnék, de nem látom, hol van. Hello, hova lettél? Hey, Cimbi! Leszpawnolt? Mi lett ezzel? Lett itt, te még itt vagyom? Igen. Lát valaki valamit? Jó lenne egy éjjel látható. Lett ki a kontrazen, hogy ő a gépen valahogy lenémította. Hova lettél? Hogy közben elvérzett, az meghalt. Hogy mi lett ezzel? Csak nem értettétek, hogy mit mondod, de... Hát, mert olyan halkan beszél kicsit. Oda visszakerült, ez hogy? De amúgy én meg szoktam tőle kérdezni, mi? Ha valamit nem értek. Oda visszakerült, de hogy? Jó, hogy ilyen fás területeken nyugodt Mikey. De elég a magukát álltak már tőle. Akkor is, ha tudom, hogy mit. Ja, hogy még mindig banditák vannak nálam? Jaj, ott a Mikey-nál ott voltak a banditák, az... Hát félek, lehet, hogy nem is az volt. Nem értem, hogy még miért nem nyírták ki a Mikey-t a banditák. De rossz, amikor nem lehet látni. Ugye? Na, közben történelmi fejtágító, mert közben megjött, akkor azt mondja, 1324, Károly Róbert 1324-ben Maros lakóit Budaváros kiváltságaival ruházta fel, és Marost Visegrád ikervárosává nevezte ki. Meghaltál? Lehet, hogy nem éjszaka kéne, de itt egy fal is egyéb, ha érdekel. Ó, most már 167 méterre lesz ő. Azért itt a farkas mellettetek, ha érdekel esetleg egy kis... Engem most ilyenkor nem érdekel. Nekem már itt most ide... Hol mellettünk? Magam. Hát itt volt a város. Most már vissza a cuccom. Na, hol vagy? Három. Hol höröksz?
Azt is mondja, hogy ilyenkor kéne rakni az intelligenciára. Tök állat egyébként, amikor a sötétbe az ember nem is látja, csak a nyakába esne. Te vagy csocsó. Ki az, azt hiszem, onnan fognak leesni, vagy mit tudom én már. Mert én felveszem én a gombát szerintem. Vagy ez. Ott van, lent van. Tízes levélt elhető. Ez a farkast én meg szeretném. Csonyom, akarsz farkast ölni? Tényleg erre az a... Mennyi 36 lőszerem van? Hát végülis még ezzel el vagyok. Gyere, adok én neked lőszert. Van még, van még nálam. Van még. Van még csak. A gyegi csomorti. Hol vagy? Hol vagy? Hol? Minden cseppje kincs. Na elmegyek már Zsoltihoz, mert ez még meghal még egyszer, nem benne. Ah, hogy még egyszer meghalok, itt jön magad. Ki vagyok, ki a Zsolti? Már van a farkas. Ott arra volt valahol, ott haltam meg, de vigyázz, jönnek már. Én futottam már. Hát ott állok, ott van. Hát itt volt a farkas, valahol itt haltam. Itt ezen ott. Komolyan esküszöm, alig lehet látni, meg én is alig látom. Lehet, hogy egyébként itt többet látok. Az a baj, hogy nem, vak sötét van, az a baj. Én nálam világosan, én nem tudom, hogy neked ilyen. Annyira felhúztad biztos. Felhúztad a gammát? Fője, hát én nem ilyenkor fője. Szevasz, Robi. Én most mazoista vagyok mostan. Mazoista vagy? Jó. Én most nekem így. Én nem, nem. Helyes. Májki azt mondta, hogy úgy jó játszani. Köszönöm, Ferencem. Nem talán farkast itt tevek meg pedig. Te vagy jó, te vagy a rózsaszín. Hát megnézhetjük. Ja, menjünk vissza akkor. Éjszakára fölmennék, aztán csinálok. Gyere. Ott a kecó. Te vagy, Zsolti bácsi. El lesz ő ott velünk. De... Itt van egy jó kis így terület is. Itt hagyjátok itt közben madárfészkeket, meg a jó rúzsot. Ó, ma ment a fa mögé. Még ki? Hát ez a barátunk, ez a futóbolond itt. Majd is van. Vagy az jön még egy. Áááá! Vigyázz! Ó, azért annyit azért lagolám, hogy nem ott volt, ahova hát, sejtettük, ahova lőttem. Hát az előfordul. Na még egy zombit találjunk most már, mert tintet kell lépni. Még egyet? Még egy. Akkor farkas kéne megkeresni igazából. Itt volt a farkas. Azt a farkasok azok elfónolgatnak. Ott van, miért nem megy ez a farkas? Ez nem fog. Megvan a farkas? Csak egy kő, amit én ott láttam. Tudom, hogy melyik őtök van ott. Hát az egy zombi. Szövet. Ott a zombi van hátul, ott van kettő. Hát vannak laggok, ez biztos, hát de ez nem is egyszer úgy. Hozzánk zombit. Hol vagy? Ott vannak hátul. Hát vannak erre, igen, és amúgy mindenki partiban van? Igen. Ah, igen. Hello. Szevasz, nagy Sándor. Szia, Mancs. Na, már fut. Na, itt vagyok én is már. Szia, Mancs Karcsi. Szevasz, Kopasz. Oké. Okay. Na, úgy látom, a trollok megjöttek, nyomják meg a diszlájkot. Meg. Feri meg. Oké. Okay. Erre egy csinálat. Na, gyere, kell még egy, úgyhogy... Gyere, Zsolti, hazaviszlek. Várjál, még kell még egy a Csoninak. Csani, bújjon el. Van még egy. Még kinyírja magát. Hoppla. Nézzük csak ki vezeti. Csani vezeti a ranglistát. Fú, akkor átugod. Na, ezt a sajt. Persze már, Lati. Nézzük a csaj, szép. Na most lövöd, vagy mi lesz, Csanikám? Vagyek már veletek. Ütöm. Árválkodok itt okay. Kint a sűrű sötétbe. Ha megyünk haza, most már megvan, nem Csoni? Ez jól lehet, arra van a haza.
Jó. Nem tudjátok, hogy zsákot dobnak? Hát néha. Hát nem olyan egy sűrű. Ég. Hát ugye ott nálatok fel volt modolva, hogy sűrűbben dobják, de hát itt úgy normálon vannak a zsákdobások. Zsák? Zsák kusztó. Most Zsolti, gyere, hazaviszlek. Ja. Le tudsz kajálni. Na most van meg. Le, van nálam egyébként. Erény is van nálam, kaja is. Hát meg ki tudsz pakolni hát most. Ja, egy ládát tennénk akkor odottan. Ott fent, persze, hát ott fent van láda. Na, valaki a... Vigyázzatok. Egy pillanat. Valaki a fa alatt volt, egy emberke. Ész, hogy megütött milyen messziről. Na gyere Zsolti, itt vagyunk. Vigyázz, Axel! Ajjaj, egy nagy motoros. Ez egy motoros? Ez már kemény legény, Axel. Igen, hát a fel, itt már nem lehet olyan jól futni, mint máskor. Fú, azért már jó. Jó kis pofont nyomott. Ez már motoros, ez nem kislány, ez már kemény. Na, ez azért oda teszi magát. Hát, ja, csak az a baj ebben a sötétben, ő vesz észre hamarabb, és az nem jó. Igazából, mert az embernek ez a legrosszabb, hogy sötét van, és ők vesznek észre hamarabb. Érezd otthon Hello. Magad. Köszönöm szépen. Axel, ha szia, Andris! Tükörtől. Jól vagyok, ugye. Megnézem, bár én találtam mondjuk egy pörit, úgyhogy én végül is jól vagyok. Hagán. Mert én akkor ide lepakok erre az ott. Köszi, Andrisom! Jó. Andris is itt van. Hát. Majd valaki itt emberkedik a házalért. Az ide is beköszön, gondolom. De ott van. Hát nem tudok oda lemenni, de lemennék ide. Hello. Na. Hello. Buksi. Hey, Buksi. Hol vagy? Buksi. Mellé ment Buksi. Ó, gyerekem. Nem tanítottak meg, hogy felém fussál már, ne oldalt. Tudod olyan rossz úgy célozni, hogy oldalt futsz. Igen, ilyenkor az a menet jön, hogy mindenkit püfölni kell addig, amíg el nem üssű, el nem érjük a kohó szintet. Uh-huh. Mindjárt meg lesz. Ja, mondjuk itt a magasabb szinten vagy. Itt magas szinten. Legalább megkeresnek. Megtaláltak. Ott egy, ez egy szarvas, várja. Hatos szinten van. Hát az még. Az még nem sok. Szarvaska van itt a ház mellett. Köszönöm, még dollárt a Hagannak a lúcot. Ja, a ládárt tudom, ha akartok. Köszönöm, tartsa meg a szokásomat. Andris, hi, good game. Bent van valaki a házban. Kerül meg nice be a házban. Ja, ez egy jó játék, és egy szép nap, így van, nem? Vagy nem. Gyere be, járj! Na, de ezt dobott látod, egy sárgát. Na, akkor dobálják, jó? Dobálják. Ez volt a kérdés, oh, hogy... Soti. Soti lőszer van itt még a pár darab. Na, ne engem lőjetek már, a frász hozod rám. Axel, hallottad? Igen, hallottam. Na, hát én akár az egész... Stukkert odaadom, mert nem vagyok oda érte. Nem? Nem vagyok egy nagy shot is. Hogy vagy kedves? Valamit akartam. Ja, itt volt egy őzike, vagy keressük már meg. Itt sétált, itt sasszét. Őzike? Ott van. Először azt hittem, hogy kutya vagy farkas, de nem, csak annyira sötét van, hogy még fejbe lőni se egyszerű szegényt. Ó, tudtam, hogy nem sikerül. Nem találom el. Oh. Oké. Okay. Mű. Akarok egy kis pontot tanulni. Viszem a vacsorát. Elment. Visszajöttem, már hívtak a... Okay. Majd én is
Én is annyira el fogok lépni, amíg a vacsorát idehozom, aztán... Na, én is ettem gyorsan. Eztek live közben. Ahogy Andris szokta, eszünk live közben. Igen. Na, behajigálom, akkor ami van. Kapattok egy invet? Nem. Betettem még húst, meg tojást, meg a sotit is... Várj csak, ja, a sotit is bedobtam, hogyha valakinek kell. Nem tudok menni játszani, családi ebédem lesz, nem tudom mikor leszek, de majd igyekszem lenni. Jó, rendben, Andris. Nekem is kellene ezeket olvasni. Jó, akkor sikerül. A mesteri sépnél van ugye a... Nem külön írja, hogy a... Nekem is van három pontom, és ezeket jó lenne elsütni. Ez micsoda? Jó, hát én mit találtam így gyerekek itt a szomszédban? Hát ezt hallgatom én is, hogy ezek milyen hangok voltak itt. Bevásárlok a sörök. Juhú! Ajajajaj! Ja, hogy ezek itt van, itt találtatok. Ja, hogy értem. Juhu! Juhu! Erre gondol... Hát, Dead Eye... Domino. Hát igen, de ez csak tisztelt, hogy gyorsabb a fegyverekre, meg újra töltés gyorsabb, de igazából én most nem fegyverezek, tehát nekem igazából ez lenne, ami fontos. Ez lenne fontos, igazából. Axellel majd szeretnék csinálni egy kihívást, csak nem tudom, hogy benne lenne. Hát kérdezd meg. Szia Kata, köszönöm ennek szépen. Hanyas a... Level 3, ja, akkor az először Istenit, teszek meg Quest 3. Erre teszek már még, és, hol vagy, és mi van még? Van nálam kötszer. Jó, csak hogy hol vagy, mert... Jó. Nekem most ez kell, hogy ebből erőset tudjak lőni egyelőre, aztán én íjazni jobban szeretek. Kik vagytok? Hol vagytok? Mit csináltok? Csak fájdalomcsillapítót benyomtunk. Apa, is próbáljuk mindjárt. Jó, már följött. Aha, fel. Is próbáljuk, mit tudunk. Hogy töltök egy kicsit én is. Mennyi az idő? 3:41. Oh man, mindjárt reggel van. Végre. No, betettem a shotit, ha valakinek kell. Jó, hát ennél hülyében úgy sem nézhetünk már ki, úgyhogy ez van. A ládába? Uh-huh. Szia, Kata! Milyen lád? Most már mindegy, én abba is kaptam. Hát én abban a ládában, igen, csak... Nem tudom, én azt mondtam, hogy van három. Igen, ebben. Vagy ebben? Hát én most már nem vagyok benne biztos, várjál. Nem tudom már, hogy megbetettem be. Valaki, elvitték a soti töltőt valaki, úgyhogy... De ki volt ez? Biztos Csoni. Axel nem is foglalkozik a legtöbb... Lehet, hogy egyébként én elképzelhető, hogy én ide tettem amúgy a... Na hát... Na biztos, én szerint nem tudom én már. Most nem tudom, ide jöttem valamelyikhez, ezt valahol kidobáltam, nem tudom. Itt van egy szarvas, itt látom. Csak hogyha Csoni esetleg kilépsz majd a játékból, és nem tudod, hogy mikor fogsz bejönni, akkor viszont ha olyan értékes dolog van nálad, akkor azt majd dob már előtte ki a ládába, jó? És akkor úgy... Hello? Axel, neked van kötszered, vagy adja? Van. Laci, én csináltam is. Laci, bocsi, mennem, most már visszajöttem, rendben. Andris, szerintem Axel veled foglalkozik a legtöbb. Ez most... Van a szarvasom. Ez most... De miért oda írkál? Hát azért oda ide írkál, oda írkál, hátulról, csak... ja. Hát én is elolvastam, hát itt van. Na, nem tudom, menjünk valamerre, jó? Jöttök valamerre? Mindjárt egy szarvast én itten le. Hova akarsz menni? Hát nem tudom, hát nincs rajtam még normális ruha, meg semmi, tehát valamit... De várjátok, én még felmondjak egy kis cuccért. Nekem van egy küldém, egy kincsásos, ha gondoljátok, megosztom is. Hát ez még nagyon messze van, hogy kincset ásom. Dehogy, hát... Hát jó, hát ahhoz, hát jó, csak ahhoz azért szűkíteni kéne egy kicsit, mert fel kell ásuk hát fél libanont, érte? Ez igaz, de... De hát na. Oké, okay, szia, Bia.
Gyorsan kirakom ezt a húsit. Azt mondja, Axel csetjén írhattam bármit, semmit sem. Ó, hát de akció volt, Andris, hát mit kér, mit vár? Végül bejöhetné a hangba, és akkor nem kéne. De amúgy gyere be a hangba, és akkor válasz. Ugye van, családi ebéd van. Szia, Feri. Amúgy hát, ha családi ebéd van, akkor meg a családi vacsora, akkor vacsorázom, de hogyha... Hoppá, annyi erővel, ha meg tud már írkálni, beszélni könnyebb. De amúgy ismered Axelt, hogy... Ó, gyerekem. Ő nem, ő inkább játszik, ami szerintem lehet, hogy még előnyére is válik, mint hogy csetet olvas. Feri, az nagyon jól van, köszöni szépen. Csak mindjárt megy dolgozni. Nyilvessző. Hát akkor nem lehet nagyon jó. Hát most még jó lehet egy ember, hogy dolgozni kell, mert... Jó, vannak még bent többen? Mesélj már, papa! Benn maradt a család? Kik vannak bent? Hányan vannak bent? Egy mosógépbe egy nadrágot esetleg. Jézusom. Szóval a legtöbb megyünk. Mi van? Ingyenes, csak valami gond van vele, mert azt mondja a kocsiaci is, hogy személyigazolványt kér, meg ilyeneket, hogy az úgy ja. Tudni mennyire normális dolog. Ja, hogy másik városba mentek vacsizni. Jó van. Ennek hamburgerezni Pestre konkrétan. Az igen. Nem tudom, én csak úgy mondtam valamit. Oh man, milyen ruhát találtam. Ruhát? Ingyen Batman. Hol van ingyen Batman? Kicsit megzúzta. Igen, az érződik, hogy egy kicsit erősebbeket tudok már lőni, mert most már ilyen egy-két-három lövésből azért elpusztulnak. Én még... Azért hányos érződik. Hányos boltát tudtok csinálni amúgy? Tessék! Hányos boltát tudtok csinálni? Kettes. Epic Games-en. Sziasztok. Mondjad, Andris, ne használd már egy folytába ezt a Lacit, mert le fogom törülni. Visszajöttél, csel, szevasz, Csabikám, Doki. Képzeld, Doki, hogy Doki, ez itt egy jó bőr, amit most szedek éppen. Ez egy jó bőr. Megint hamar, azt mondja az Andris. Jó, én csak úgy mondtam, hát én honnan tudjam. Ezt lehet felveszem, ez ilyen, már szét is szedem. Ez már fél siker, és én még ezt is felvenném, akkor azt nem igazán hülyén néznék ki. De... Tényleg elméletileg most már magasabb. Most már így nézek ki. Gyártanom. Tettem a intelligenciára pontot, meg is nézem. Én még a kaminát egy kicsit, mert... Crafting és... Hülye gyerek sapkám is lesz. Na, hurrá. Nincs... Ja, nincs nálam izé fű. Megnézzük már. Jó van, körbeforgatni nem lehet, tehát ez nem egy Sims 2, vagy mit tudom én. Nem. Ez itt... Jaj, de majd... Hát de benézek. Be én. Ó, igen, már hármasokat gyártok. Ó. Akkor már úri emberek vagyunk. Hello. Esetleg, ha gyártottad a ládámban is. Nekem még egyet. A ládába egy hármas boltát. Gyere ide, az boltát. Ilyen sztornak. Janus, hogy valakik gyere, a konyhában gyártam. Vannak, vagy nem tudom hol, vagy... Még szedek egy füvet, és akkor ilyet is gyártok le neked. Vagy nem. Hát nem, a boltát. Na itt van, de hello! Az is hármas. Szia, Ricsi! Az is hármas. Micsoda nőt, hol hagytad? Ott az egyik. Szerintem. Meg mindjárt kraftolok meg három másik. Kösz, hogy nem futottál. Köszi. Szívesen. Ez mi volt egy pöri? Megőrülök. Én pöri teszek, gyerekek. Én nem tudom, hogy sonkás tojás azok itt. Pöri! Ó, hát van már pöri, de azt a mindenit. Én azt tettem még csak. Eddig még olyan mázlin volt, hogy van, hogy egyet csak talál az ember itt meg, házat, amennyit találtam. Ja.
Axel, meg majd beszélni szeretnék veled. Jó, oké. Okay. Kicsodával. Andris szeretne veled beszélni. És miért odaír neked? Sziasztok, székecskék, álmodjatok székeket, mennem kell innen. Jó, csicsikáljatok. Csoni, mindenki boldog születést kíván neked, főleg Andris. Szerintem nincs már semmi, ugye? Azt hiszem, talán. Kéne lerakni valami. Ez itt mi? Zsolti, nálad is megy a live? Nem. Én nem, én azt mondtam, hogy én most még nem állok. Itt voltam. Mondom. Itt voltam. Mondom, Zsolti. Voltam. Ha úgy alakul, ha Mikeék nem teszik át, akkor jövő héten kibérlek egy hónapra egyszer volt. Jó, hogyha van egy szerved bérelve, tudod, akkor jó, mert akkor bármikor följövök, játszok rajta. Tudod, akkor már meg lehet oldani. Csak én most így nem kezdek el live-ot. Köszi Laci, neked is. Kossi Laci mondta, hogy kell. Én nekem ugyebár Andistól pont ugye a napokban, a születésnapomban megkaptam, még akkor ő pénzért, és akkor utána vitték. Tehát nekem megvan, én azért nem tudom, de Kossi Laci, hát itt van, Laci azt mondja, hogy... Amikor rámész arra, hogy Flying Frame, tehát egy ingyen játék, akkor utána meg kell adnod a személyigazolványot, ott már most az enyém, ugye mert a Németországban vagyok, és rögtön fel is ismerte, és német személyigazolványt kér, de nem a képet kéri róla, nem a személyigazolványt, hanem a személyigazolványnak bizonyos adatait. És tudom most úgy csödörbe, vödörbe. Cseberből, vederbe? Ez Iron? Van nekem olyan? Ja, Steel. Jó, akkor lesz Iron is, ura. Persze, hogy Axel cheater, hát hogy nem, már pörköltet teszik a cheaterésre. Ezt nem én mondtam. Bizony. Ó, oh, még. Na mindegy. Ja, szegény emberek meg a csonkás tojásra gyúrnak. De én... Hello! Igen, de hát én... De miért nem nézném? Miért ne nézném? Egyből nézem. Nem máshol kell árulkodni, az anyád mindenit. De hogy nem, gyere nyugodtan. Na hát valahol szerintem elkezdhetünk nézni valami helyet, valami lapos sumák helyet. De én ott mellettem, aki néztem, én hittek ott egy ilyen... Igen. Hát, ki a sárga? Ja, Zsolt, igen. Tehát igen, itt van egy jó nagy ilyen lapos terület, ez ja, itt... Ja, ott van mellettetek, én azt nézem. Hát itt vagyok szóval melletted én is. Ja. Sziasztok. Nem, ott lenne a ház mellett ott a... Jó, itt vagy a Csabikám. Hány darab? Ez 10. Jó, akkor ebből csinálunk. Várjátok egy picit, hogy csináljuk. Ebből csinálunk receptet. Hát csinálunk ilyen Iron ezébígyót is. Megcsinálom. Én itt kiütöm az összes fát meg. Legyen ilyen is, hát hogyha medve vadászatra megyünk, akkor legyen Iron nyilvesszőm is. Medve? Hát hogyha... Már... Érted, tehát hogyha... Már most medvéről álmodok. Hát hogyha véletlenül meglátok egyet, akkor érted, ne legyen az, hogy nincs nálam egy erős nyilvessző, nyilnyál nyúl. Nézzük majd mennyi fám van nekem. Fa meg kő, hát most annyi szerintem van, amennyi éppen kell. Mondj, ott vannak a szomszédban a medvék, csak úgy mondom. Hát én benne vagyok. Nem vagyok semmi jónak elrontója. Ja, hát ezt már kicsit. Úgyis a nézőknek játszunk, nem? Így van. Na, hat, viszont van egy csomó tojás. Hát a ingyenes Batman játék az Epicnél, 3 normális, 3 logó. Jó. És amúgy van valakinél pisztoly már? Van valakinek pisztolya? Már nekem sem. Mert nekem van lőszer, én azért kérdezem. Axel már giróval jár. Ja, lehet. Igen, én már girok ott. Igen? Ugye tudsz jönni, légy, szeretnél egy kicsit ütni ilyen izé, vagy át nem is ütök most ilyet. Várjál már csocsó, te mi vagy? Te vagy a rózsaszín. Ilyen, szeretnél ilyen szépet szétütni? Nem nagyon semmi, de nem tudom, mire gondolsz. Víz. Hol vagy te? A víz. Ben vagy ott a házban? Ott pont a víznél. Med vagyok. Hát én egy széfet nem akarok szétütni ilyen zébigyóval, tehát nincs még rendes
eszközünk rá, úgyhogy én most, ha arra gondoltál, azt nem nagyon szeretnék még szétütni széfet. Hát üssed a széfet. Hát, de el, szétütök, vagy hármat, vagy négyet, vagy nem tudom mennyit, mire. De nem nagyon... Azt hittem már csákány. Fent vagy az emeleten? Nem, ott én. Mi nem jártam, de nézd. Mentem emeleten, dobok neked valamit. Jelenleg biztos nincs. Ja, hát ilyen nincs, mondjuk ez... Én már azt hittem, hogy csákányon jársz, most nagyon csalódtam. Hát acél a fejszém az van már, tehát hogyha esetleg erre vagy kíváncsi. Hát még a Mikey mikor csalódott, hogy nem csákányon rohangálsz. Felháborító. Borzaszt. Felalvultó, átvársak, ez felalvultó. Na. Amúgy van baráti sebzés, csak kérdezem. Nincs nem szerintem. Tudod, nem tudod, de... Úgy kipróbáltuk. Ha barátok ott, ott egy barát. Barát vagy ellenség. Hát nem tudom, de azt mondom, hogy nem szeretném szétütni valójában. Jövő héten a metró lesz ingyenes? Vagy... Hát ha szét akarod ütni, akkor visszlátsani. Itt a házat te megnézted, vagy már az is lehet, hogy én... Igen, megnéztem. Axel, akkor megnézzük azt a medvés helyet. Megnézhetjük. Medvés házba akarsz menni? A Csoni, ő még... Hello! Tulajdonképpen ő még lelkes, ő még nem tudja, mi vár rá, tehát a... Ő még nem tudja, a medvés házba mi vár. Én tudom, én alatt egy csomószor voltam. Na, ez jó. Na, Jandis, ne zéljél már. Majd hát van itt valahol valami, de hát dehogy van, semmi. Zsolti, te is jössz? Nem tudom, hogy... Őt nem izgatja a... Gondolod, hogy medvés... Hát engem annyira nem izgatom már, engem jobban izgat ez a... De itt meg már voltatok. Hát, az igen, a... itt már jó voltunk. Sokat találtam, mi? Jó sok már kincset. Na, még kell három szint, hogy mennyi. Na, hogy... Merre vagy? Csini, Csoni, te vagy a... Szóval akkor menjünk meg lila, hát, vagy mondom. Rózsaszín, vagy lila, vagy hát micsoda. Hát én most ide eljöttem ebbe a szállodába. Szia, Axel, kukkolj csak ide! Itt már Axelék közben... Szétvejtök a házat. Hát igen, mert ott a várjátok, képek mögött szoktak rejtett dolgok lenni, és azért... Okay. Azért is, mert ott szoktak rejtett dolgok lenni. Na hát valahogy, hát mégis a medvék az első emeleten vannak, a földszintet azt ki lehet... takarítani mondjuk normál nyílveszővel is, de aztán majd, hát nem is tudom, hogy az ajtó. Szerintem legyen az ajtó, mert csinálunk egy lukat igazából. Úgyis futni kell, akkor ne az ablakon kelljen futni. Szevasz Andris, további jó étvágyat, meg minden. Nézd már, mennyien vannak. Jönnek a csajok. Andris, nem vagy itt, itt vannak a csajok. Nézd már, mennyien vannak. Tuti nem engem akarnak. Hata. Bevalkottam abba a izébe, nem tudtam hátrább jönni. Na gyertek! Na gyere! Ugye ezek könnyen beleesnek bárkibe, úgyhogy nagyon kell velük vigyázni. Ezek könnyű vérűek. Vagy már ők se tudják, milyen vérük van, de... Hopp, hogy le akarta ütni a kis csajt, láttad? Nem ez olyan, olyan. Nem tudom, egy medvét talán el fog találni, mert ezt a kis csajt ezt olyan nem nagyon megy, de igaz? Hát a medvét azt én nem fogom eltalálni, én futni futok, fogsz. Aztán lesz valami. Nem baj, Zsolti. Szégyen a futás. Hát legelőször úgyis itt a földszinten ki kell takarítani. Az a baj, hogy a medve ellen a futás. Medve ellen nem... Nem ér semmit a futás? Azt akarod mondani? Hát szerintem nem. Hát de időnként bele is kell lőni, és akkor lelassulnak. Tehát, hogyha ahogy lősz bele a farkasba is, meg a medvébe, akkor azok lelassulnak. Ám úgy 11 lőszerem van, a kőlőszerem, az nem túl sok, igaz? Így nekiindulni medvevadászat előtt. Ez nem túl sok, de egy nyilvessző azért már. Van a lábamban nyilvessző? Azt biztos nem magamban én lőttem, tehát azt valószínűleg... Hát ez lehet, hogy én voltam, de nem tudom. Igen, de bementem elébe, tudom. Szia, Géza!
Hát mielőtt majd felmegyek az emeletre, én valószínűleg... Semmi. Mi van veled akció? Semmi. Oké, bye bye, Ferikém. Csoni, az nem live-ol, ugye? De. Sok erőt, kitartást. Most nincsen. Nekem meg innom kéne egyet. Meg lehet, hogy ennem is kéne, de is hát az mennyit is visz fel. Mindegy, eszek később. Figyeljetek, várjátok, nem, ne figyeljetek. Hát van itt még nálam, gyártok gyorsan lőszert. Jó? Gyártok lőszert. Jó, és akkor lesz lőszerem, hurrá. Lőszer? Jaj, de jó, az én dobtam. Szia Feri, kitartást, egy kalappal, kevés munka. Jó, mielőtt felmegyünk a medvéhez, akkor előtte majd még azt összehangoltan csináljuk már, hogy... Itt nincs semmi. Mondjuk ebben nincs is, vagy... De ebben vannak medvék, most gondolkozom, hogy mi van. De fönn az ebben, de ebben vannak, igen, csak többfajta feljáró van, ugye az, mert... Ja, igen, itt van az egyik feljáró. Ott tudunk felmenni kint, ugye? Itt vagyok, bocsi, csak a... lehet többfelől felmenni. Itt lehet felmenni. Azt kérdezik hát, a nézők, hogy te live-olsz? Én? Aha. Én nem live-olok, live-oljak? Csak kérdezik, hogy mikor fogsz live-olni. Hát... Axel, az direkt nem akartunk, mindegy. Na jó, oké, okay, majd live-olok. Vagy mit? Nem, ott a azt kiütni, majd indítok mert... egy live-ot, majd... Ja, Csoni mondta. Váltok egy picit, én meg váltok már valami Csoni. Rendes steel. Látok steel őszer. Már jön is. Hát egyet belelőhettél volna a maciba, hogy az jöjjön. Ja. Mivel jövök. Hát így most nem azért de csak... Hogy felugrott nem akarok már átváltani. És ne lőjél a sotival, jó? Megkérhetünk, mert akkor ide jön, mint ha azzal kilősz egyet. Azt tartogasd a macira esetleg. De a macira szeretném. Arra érkezett a kérdés. Gyere, szerintem aztán. Nem, azért se. Okay, mutogatja itt magát, csúnyaság. Francba, hogy nem találtam. 6 nyíveszőm van egyszer. Neked is 6? Hát akkor menjünk szerezzünk, mert nekem se sok van. Na, a Maci az hangjelzést adott. Ki hívta ide? Nekem több mint 200 van. Az jó. Valakire rámorgott a Maci. Hát az én voltam. A Maci? Már jön a Maci. Hol van fészek? Mindjárt jön a Maci. Hoppá, megjött a Maci. Megjött a Maci. De már. De, jön a Maci. Nem akartam. Kellett lennének. Maciznak a fiú. Menj már az útból, jön a Maci. Ó, hát ez a Maci az azért úgy volt. Meghalt Maci! Acél nyilveszi, meghalt Maci. Meghalt. Meg bizony. Azt a mindenit. Életetek sincs, ezt Macitok, mi? Na, smaci. Valaki ja, szedje Isten szét a smacit. De van még egy, úgyhogy... Szia, Mackó! Mackó testvér! Jön, úgy hallom, hogy már jön is, Mackó testvér. Hú, milyen, minden nyilvessző kincs. Na, nem jön? Itt van! Hol? Hol? Bent vagy kint? Hol van az itt? Hova lőzte meg? Megcsapott. Nem baj. Hogy vagy? Hoppá! Megvan, jól vagyok, Blanka, megvan. És hogy vagy? Már kérdeztem, csak... Gondolom eltűntél. A hátsóból szerek valamit. Ki lesz a feláldozható? Ezt tudod, úgy van hagan, hogy mindig azzal történik ilyesmi, aki... Tehát nem kell, hogy nagyon gyors legyek, csak náluk, valamelyiküknél, kettőjüknél, valakinél legyek. Hagytam benn. Hát szedjed, mert igazából... Nekem egy kis zsír venni. Ja, hát úgy zsír enni, ha. Ja. Épp várom. Várjál, teszek ide, várjál. Na, már kétszer felugrottam pedig, ez ilyen jó jumpolós hely. Aha, de én nem jumpolok. Csak én szépen felmegyek, azt kinyírunk mindenkit, nem ugrándozunk itt, ezért. Nem ugrándozunk itt, képzelettán. Na, innen fognak ezek jönni mindjárt, de mindegy, akkor én a zsíros lútra rámentem. Pisztolyok meg minden. Ja. Milyen zsíros lút? Hát nem tudom, hogy vannak ilyen... ...tanak dolgok.
itt meg le fognak esni, ugye? Igen. Mindjárt itt vannak. Csabikából még mindig írogat? Ugye az Axel, mert ezek a vékony kis izék lesz. A hülyéje. Szétvert az autót. A hülyéje. Inkább elfutni. Nézzük, ezt mondja, ezt preppeljük. Azt mondja, hogy hű, az egyenlőre nincs szükség. Legyárthatod Iron izébe. Csocsó! Tessék! Mi történt? Van még két pisztolyom, adhatok kell nektek? Zsolti? Én elfogadok egyet, hogyha hát olyan kis egyes leharcol, de hát azért arra jó, hogy kilője 15 golyót, ha nagyon kell. No. Jó, hát akkor egyet elfogadok. Hol vagyok fel? Én örülök neki. Kijöttem, itt vagyok, kiér, csak... Mikor írsz e-mail? Tegnap mondtad, hogy írsz e-mail. Nem tudom, általában. Meg is adta az e-mail címemet is. Nem kaptam semmi. Na, végre jött egy kis lőszerem is. Ja, ugye 8-as szinten leszek. Még egy pár zombi kell neki. Ja, öregesen, olyan szép tatásan, igaz. Világhódítónak tudnia kell, hogy ez így kell, nem szabad itt ugrándozni, meg ugrabugrálni, ez így szépen, tatásan bemegyünk, azt kinyírunk mindenkit, tehát ezt... Nem tudom ki, jól mentetek be, én itt kinyírom. Én is. Szavaz Tremmel! Már igen, már te is. Legöljön már meg. Tomika, van ma live? Tamás, van ma live. Ide is bemehetünk, vagy itt igazán felmehetünk, csak nézzük már 18 nyilvessző, na mindegy. De óvatosan, mert itt ott madarak meg minden, olyan óvatosan, Google-la menjünk. Igen. Nekem még van kettő szakra. Se ne dobálózzon. Zsolti, adhatok egy stukkert nektek? Mielőtt mentek tovább. Jó, nekem hát van. Van már? Vagy van már pisztolyod? Nincs. Na, akkor tessék. Akkor legyen. Neked is adok egyet, Csoni. Tessék. Vedd fel. Köszönöm. Hát most 15 lősz, vagy hát majd, ha szerzel, akkor lesz, de majd van látjuk. Van a ládámba egy pár lősz. De hát egy kis vicik-vacak stukkernek, jó? Na. Akkor átugrott. Csak a világ. Megszebb, vedd ki belőle annyi veszélyt, mert neked kell. Vigyázzottam odát. Ott a madár. Vigyázz itt a madár. Vigyázz, vigyázz. Én, de mind a kettő meg csak. Három. Három is van. Aha. Egyik megvan. Még kis volt. Még egy. Ó, még egy. Még. Hányan vagytok, gyerekek? Nem baj, legalább lesz egy kis... Igazából annak az egynek örülök azért, hogy... Hol van lesz a... egy. Lesz egy jó csomó nyilveszünk. Jaj! Mamma mia! Jó, ezt meg akkor még szétkapom. Hoppá! Én még tudok nektek adni, itt van, nézzétek! Oké, csak várj, mert itt még hátul. Stone. És mitől lett itt elé? Lett egy csomó stone-om. Axel, nézd, dobok ki neked. Dobjál. Egy kis ammo. Ja, nagyon jó. Nézd, Zsolti. Igen? Thank you. Úristen, nézd, jönnek felfelé. Nem baj, hát most már lesz valamennyi, most már én szerintem eszek is egyet. Nézzétek, jönnek felfelé. Nem baj, jöjjenek. Hadd jöjjenek. Gyertek ide, be itt le tudunk menni. Ó, oh, hát jöjjük meg őket, nem izé, ez nem menekülök.
Nem menekülök sehova, azért se. Te még nem vagy elég bölcs, Axel. Nézd már, mit csinál. Hoppá, lett egy pontom. És ez mit csinál itt a lábadnál, azt nézd meg. És vedd ki belőle, hogy élvesző, Csoni. Belém lőttél. Ezek, mi stylist. Leestem, és eltört a lábam. Szuper, van otthon splint, már találtam, úgyhogy. Szava Gerle, szia Szebi. Hello, látod, Geri, én már lábat törtem. Nem ment ki a lúd, de nem is enged. Hát mindjárt megnézem, mert hát... Ládámban van egy ravató. Csak... Vásznak meg tudsz edni ezt a... Enigma is küldött. Kopasz is küldött. Itt van egyébként, várakozóban vannak, csak jó játékos zombi hegyeket küldted. Na és akkor 1325. törű fejtágítónál tartottunk. Első Dénes fia, negyedik Alfonz váltja a portugál trónon. Azt hittem már magyar, mert hirtelen mondom, milyen nevek ezek. Nem állt akkor a portugál trónon. Szóval elvileg jönni fognak, csak itt várakozó waitingben vannak, és nem tudom, néha olyan lassan. Csoni, te mindjárt meghalsz, hogy mi van veled? Csoni, figyelj már. Leestem valahonnan, és megtámadtak a madarak. Csoni, menjél haza, van otthon gyógyszer. Nem. Van otthon gyógyszer, vegyél be, így jár rá, van kötözd be a lábad, mindent, menjél haza, híleljed magad. Azt mondtam, a ládámban van egy ragad, meg gyapotot tudsz szedni ott. De van, tehát ott fehér meg szét, tudja. Meg csinál gyapotnak, meg kell hozzá a fa. De én szétvertem egy csomó, még az is lehet, hogy itt is van ülőgarnitúra, azt nem tudom, de minden esetre, tehát van otthon, úgyhogy tud csinálni nyugodtan. Jó, valamit most nem, csontok nem érdekelnek, mondjuk ide még benézhetünk. Az jó. Jó, hát itt már nincs, itt már ki lett ürítve. Jó. Ott fönn. Jó. Na, találtam egy kettes kapát is. Jó. Addig indítok majd egy live-ot. Leszerem ezt a... Az jó, mert már mindenki azt várja, hogy mikor indít a live-ot. Na, akkor Csoni már is. Úgyhogy már csak a nézők te rád várnak, Zsolti. Én nem is tudom, hogy hol van itt még rejtett hely, a fene se tudja, jó mondani. Itt van egy. Hol lakunk ott? Na hát viszont el lehetne kezdeni valamit, azért nem tudom építeni. Hát nem, vagy hát igazából nagyon erős dolgot nem nagyon tudunk szerintem, mert hát még nem értük el azt a szintet. Elnézem a macska kő, jajagom még, ugye? De majd mindjárt. Kaptam egy pontot, ha jól emlékszem. Egy pontot kaptál csak? Azt hiszem egyet. Hát volt már 5, de azt elköltöttem, ugye? Ja, van is nálam ilyen gyógyszer. 3 pontom van. Van tojás... Hús, minden. Az ágyat, azt, valaki az ágyat miért az ládába tartja, és miért nem ide tette ki? Nem én voltam. Vagy egy három ágy van, akkor végülis jól van. Hát hárman vagyunk. Akkor jól van. Akkor megvan minden. Blanka, visszajött a Blanka. Jó. Igen, visszajött. Csonikám. Visszajött, már köszöntem neki. Csoni, te merre vagy? Híled fel magad, Csoni. Azt csinálom. De itthon vannak. Vagy hát én tudok adni neked ilyen gyógyszert is, amivel fel tudod hílelni magad. Igen. Te kell csinálsz egy gyásót is. Egy aha. Nem aha. Is ez kell. Jaj, várjál, mindjárt csinálok. Jó. Nem az kell. Hol vagy? Nem látlak itt a közelbe. Hát már valami házba jöttem be. Ja. Csak ez a csúnya néni megütött. Egy kis gyapotot még, én is. Azért, hogy felvigyen a pár. Azért már elég sok fejet eltalálom. Ja, teszek a... pontot osszuk már el valahova. Szóval, hogy Kosti, rád írtam e-mailben. Oké, és majd válaszolunk, amit vége lesz a live-nak, ígérem. Innen indultam, gyakorlatilag ideig jutottunk, hogyha messzire nem jutottunk. Sem már... Hazafelé kívülünk venni az irányt. Szomjas vagyok. Nekem van pontom, te mint hogyha az is lett volna. Ja, hogy ne lenne, az nagyon jó.
Egy kicsit teszek még erre, tudok? Nem tudok, akkor ezen nyomom feljön. Na jó, akkor üdvözlök és mindenkit! És ehhez is kell a hármas, gondolom. Live-ot, remélhetőleg. Sziasztok, Csoni nézők is! Csoni nézőket is üdvözöljük, így van. Így van. Illetve majd Csoninál is a live, hát ha valaki beteszi... Tudsz állni fogorvost? Hát Gerle, Gerlépnek nincs is foga, na de mindegy, ezt veszjük úgy. Gyorsan berakok egy értelmesebb index képet. A chat orvosunk az van, tehát azt tudom, hogy olyat tudok adni, vagy ajánlani egy chat orvost. Szia Blanka! Gondolkozom, hogy valami széjjel nézünk, abban az irányban van-e valami? Szerek még egy kis gyapotot. Nem csinálok a kovásznak. Hát ha valakinek. Ez se baj, mert... Ennyit a kis házakat megnézném egyébként. Toll nélkül nem sokra megyünk, de... Nem tudom, hogy te mit gondolsz. Azért... 7 tong van, hát akkor én nem... Ja, hozzám beszél Zsolti. Nem, Max ehhez beszélt. Megyek akkor vissza mindjárt. Csak eljöttem szétnézni errefele, láttuk esetleg valamit, én nem is tudom, mit akartam volna látni, de minden esetre valamit eljöttem erre. Jó. Ó, már 3-as cuccokat tudok csinálni, de jó. Szilyen alattom most tudom, mire számítottam. Hazaszaladok, én is várjak, akkor kidobom a cuccaimat. Nézzük, hogy fa... Kellenek, Zsolti, neked 3-as cuccok. Egy fát, azt lehet, hogy kivágjuk. Igen, már a lakjelben egy csetolvasós favágást megejtünk. Tényleg amúgy mikor hó van, hogy áll már? Kivel, mivel? Kohó van. Kohó, nem tudom. Nem foglalkozom, jó, hát ezt... De... Hát sajnáljuk, Geri, de hát ezt nem tudod megúszni, hát hogyha fáj a fogad, akkor el kell menni a fogorvoshoz. Gyorsan csinálok, amikor hóra van. Azt nem fogod tudni megúszni. Azt nem úszod meg. Bőr van nálam, az meg. Bőr az kell. Szóval az a baj a Lucca, hogy sajnos valami oknál fogva ilyen lassan jelennek meg. Nem úgy, mint régen. Régebben úgy volt, hogy 5 percenként megjelent egy lúc, és akkor amik így sorba álltak, tehát 15 percenként tudott egy ember küldeni a lúcot, az valószínűleg most is így van, de 5 percenként megjelentek a lúcok, tehát akik küldték, csak most valamiért sokkal ritkábban jelennek meg, és emiatt van, hogy fel vannak torlódva, mert vannak itt lúcok, csak fel vannak torlódva hát valami oknál fogva. Jaj, most benne vagyok. Hát valaki pakolt ugye. 10 percre vannak tőle. Kopasz, neked nincs meg a 7 Days to Die? Mert ugyan itt most nem ebbe, ugye ez hostol, tehát ezt nem bírná Lacinak a gépet, hát ugye szó van arról, hogy, hogy lesz, hát régen is volt szerver bérelve, és csak most éppen nincsen, de vagy így, vagy úgy, de ledobom valószínűleg, valóban. Hogy lesz majd valami megoldás, és akkor... Akkor csinálok egy újtatót. Akkor... Hogyha lesz olyan, és van kedved, és ha megvan a játék. Szerintem az, hogy nem tudsz, nem? Ez korai még. Nem az, hogy nem. Ja, hogy az, ja, igen, itt még ki kell tanulni. Oké, okay, akkor oda az, vagy nem kell ki tanulni? Hát én nem tudom, ültessek, most nem akarok ültetni, nem érdekelnek. Ki kell tanulni a fújtatót is, ahogy érve. Ja, ki kell tanulni. Akkor mindegy, akkor nem csinálok. Jó, hát most már így fellélegeztünk, majd egy csomagyra veszünk. Vized van? Itt főzök vizet. Van főzve Csoninak. De neked is ott van. Hát ő úgy főzve. Itt van berakva ládába. Hát meg, igen, tehát Gabez, Gabez is, meg én Kopaszt is kérdeztem, tehát de Gabeznak én úgy tudtam is, hogy megvan, csak... Gabesszal már sokat játszottunk együtt, csak hát én azért majd mondtam, hogy esetleg Kopasznak, ha esetleg úgy van, akkor... Mi kell a kohóhoz? A kohóhoz ott fújtató kell, meg a gyakorlatilag agyak kell. Hát el vagyok felfedezőre, mert... Pontokat, hogy... Szerintem nem baj az, hogyha... Az intelligenciánál... Nem baj az, hogyha tudjuk, hogy... Hammer és Forge, oda kell pakolnod. Ja, köszi. Mármint úgy értem, kell hozzá a... 4-es intelligencia szint, hát, és 10-es szinten kell lesztenni. Hát, hogy rámész a lakatra, attól kiírja, hogy 10-es játékszint és 4-es intelligencia. Hát akkor 10-eset még nincsen meg, de... És akkor tudsz vas szerszámokat készíteni utána már. Én köszönöm, köszönöm, jól vagyok Csabikám, de hát én már válaszoltam majd párszor. Nézd, de... A szómedencés ház. Csabé.
Nem tudom, honnan jönnek a hangok. De... innen tőlem. De ez az csak... füles nem teszed fel? Ki? Ja, én fülesen vagyok, én nem úgy értettem. Hát de talahonnan jönnek a zombiol is hangok. Nem tőlem. Igen, jönnek a hangok. A számla meg vannak. Hát valahol. Tőlem sem, az biztos. Miket találok még? Ja, főzni akartam a munkást, hogy na, hát a Gabesz is mondja, hogy éppen írni akart, hogy béreljünk szerót, hogy játszunk. Mert kire estünk vagy. Én mondtam Gabesznek, hogy be tud lépni, én elmondtam. Hogy ja, de hát hogyha van kedved, amúgy ide is megpróbáltad, csak nem tudjuk Laci gépe mennyit bír, tehát itt csak... Béreljünk szerót, testvérem. Testvérem, béreljünk szerót, azt mondja Gabesz, köszi szépen a támogatást. Hát akkor majd bérlünk, akkor megbeszéljük, hogyha most fellángolt mindenki, Seven Days to Die ügyben. Jó, hát ez... hát tényleg tudtam, nem lehet menni. Jó, hát én azt mondtam, hogy a Lacival beszélhetünk is, hogy... jó, de hát akkor... akkor most már Gabesz is küldött rá pénzt, úgyhogy... Én hogy... csak jövő héten lesz rá pénzem. Amúgy hát nem baj, azt töltek én is rá, és akkor majd meg kibéreljük. Hatalmas nagy szálloda. Hát igen, ez egy kicsit nagyobb meló, így nem este fél hatkor neki kezdeni szerintem. Akkor nem most fog nekiállni. Hol vagy? Hol vagy te kopasz? Mármint ez nem az a kopasz, ez egy másik kopasz. Kettő ez a földműves kopasz. De nagyon elrontották. Kicsit olyan a fejem, mint hogyha bukósak lenne rajta, szóval vagy úszó sapka, vagy nem is tudom, olyan hülyén néz ki ez. Ezt kicsit elrontották. Szia Csaba! Szia Alex, üdvözlök, üdv mindenki. Szia Csabi. Alex. Na végre, egy kis víz. Mi újság van, Alex? Reméltem, hogy eljössz, nem kell felmenni, érted? Igen, még mindig. Kaját kirakom. Hús lesz még itt a és te hogy vagy, Csabikám? Te ritkán válaszolsz. Válaszolj. Mennyi nem? Te pisztolyt kaptam. Hát ilyen üzemanyag tartályokat nem viszünk. Mert még egyenlő nem tudok valamit kezdeni. Fejes. Én elhoztam, azt elhozhatnak. Néztem. Vigyek? Mi újság van hát elég? Én hozom őket, mert ugye 600 szint egy hordóból. Én jó, hát az mégis nem múlik semmi, mert elviszem. Ja, hát meg egybe el tudsz rakni, mit kitened. Hát jó, nem baj, viszem. Én meg jövök felé. Köszi Csaba. Hát igen, ezekből homókat itt kéne lapátolni, de egyenlőre nem vagyunk már ja, lapátolós kedvünkben. Tényleg. Mi kell lapát? Mi a neve a lapát? Shovel. Shovel, igen, akkor. Különben lehet látni ott a... legelső oldalon. Nézzük már, hogy... ja, hogy ez jöttem, nem láttam, hát az egy... Hullaház. Hullahegyek. Nem régen értem haza melóból veled, Lász. Köszönöm szépen, meg vagyok. Egészségesen. Ezt kipróbálom, megpróbáltól kezdve el most csapni, biztos nem túl nagyot. Jó, akkor azt nem nyitom, hogy azt kívülre vetett. Aj, mellé is ment. Jaj, itt tuti lesz egy rendőr. Itt, amikor utoljára jártam, minden erőm oda lett ebbe az ütésbe. Hát első, még nincsen rendőr. Jaj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 
Ról gyertek, akkor legalább majd, jó? Szia, Alex! Akkor dőj hátra, Alex. Hát úgy van, hogy elvileg látnod kéne, hogyha barátok vagyunk, de amúgy Kostyál, hát Kostyál néven, de ott a, felül, a, hogy megnyitod a join kapcsolatot, tehát hogy kapcsolódni gyerekek. Akarsz, akkor felül van, látnod kell, hogy valamelyik barátod játszik, mármint, hogy például én is, vagy Kostyál is, hogyha a barátod a Steam-en. Mindig jól vagyok, Csabi, és, köszi, és te is jól és vagy akkor még mindig. Rá tudsz csatlakozni. Tehát látod. Barátom. A best az barát. Azért mondom, hogy ott csak lehet, hogy nem tudja, hogy ott hol kell nézni. Ilyen nagy hanggal vannak. Megyek, csak fullon vagyok, mert közben kiraboltam egy közébe. Mit? Köz? Csajok, ti mit kerestetek itt?
Nem ismerek semmire gondolni. Mi volt? Hát egyik kezdek erősödni. Templomba. Ugye a templomnak a teteje is különben tök jó, mert hogy hát ide se tudnak ám feljönni. Ja, hogy szombaton dupla buli van. Szabá, ez már lényeg. Nem a legjobb dupla buli. Kész, beteszem ide a ládádba, jó az ás? Jó gyerekek. Csabi, milyen volt a napod mesélni? Ó, tudtam én, hogy ott van Mami. Annyira éreztem. Nem úgy, jövök felé, rögtön. Jó. Ja, ne, hát ketten vannak, hurrá. Hol voltatok ti ott elbújt? Mit csináltatok ott a sarokban? Anya és lánya. És megütött. Igen, messze volt tőle. Jövök. A lépcső meg egy... Jövök. Azt csaptál meg. Azt hiszem, hogy mit csináltál lovettával? Elvittél a traderhez? Nem tudom, én egy pár darabot tettem oda. Nem én be. Nem tudom, mi volt. A széket minek gyűjtitek? Halló? Micsoda, széket? Széket? Én nem gyűjtöttem széket, de el lehet tüzelni, hát. De nem gyűjtöttem, itt van a széked. Hát de nem ilyen vettem fel, én csak köszöntem nekik, hogy elmondjanak székeket, de én nem gyűjtöttem őket. Elmondjanak székeket? Már valami probléma lesz. Lehet, hogy távolabb van, ami... Gabesz, join a gaming. Ja, Gabesz. Mindjárt küldök neki meghívókat. Ó, végre valami értelmes kés. Itt valaki ki fogja nyitni az ajtót. Hogy? Én már remekül vagyok a világon, nem vagy jobban. Au, leesett a főhallgatom. Megnézem. Hát csak ezt a vas ajtót nincs kedvem szétütni, de majd megnézzük. Gabesz, te focira jársz? Hello! A mosdóba. Na, csinálni kéne még egy ládát. Csinálj! Gabesz, ne lőled nagy... Csinálj, csak nyisd ki úgy, hogy... Én azt nem tudom, hogy kell majd meg. Zsolti, van már csőfogód? Nincs. Nekem van. Az akkor is van tessék. Neked. Hát itt a kotyóval lehet ilyeneket. Hát tudom, a mosdóban. Hát az, igen. Gyerekek! Találtam aranyot. Itt szerintem körbe fognak keríteni. Nissad már, na, anyukám. Na, jó van, ez az. És erősen ki fognak nyitni. És valami miatt én most nem tudok. Így, Gabesz, húzzatok be. Behúzod Axel, vagy valaki. Én nem tudok. Behúzom. Nem tudok behúzni. Jó, ja, ott van. Gyerekek, nem tudok futni. Hát biztos tele van, nagyon a cuccos. Ugye az jönnek az ajtó. Ó, a betyár 700-ad a Fischer Zsolti. Nagyon szépen köszönöm az Atlon Outlast játékot. Isten tartsa meg a tokást. Mi is tőle kaptuk, köszönjük mi is. Hello. Szia Gabesz. Isten, nagyon szépen köszönöm. Hát ez... Hát Csabi, nekem is jó napom volt. El se tudom. 7 órám elmaradt. El se tudom hinni. Laci nincs magánál. Valaki donételjen már Lacinak egy vödör vizet, hogy fellocsoljuk. Jó, egyre jobbakat tudok már lőni, nekem nagyon tetszik a dolog. Igen, egyre jobbakat. Most már szakad a fejük egyre nagyobb, egyre sűrűbben. Ó, van egy kincs és térképen, mert olvasom. Belé. De várjál, azt mondtam. Most már olvastam, mindegy. Mire várnom kellett volna, hogy? Hát, hogy nincsen még képesség. Ja, hát az, de majd lesz, de nem akartam hurcolászni. Hát el van olvasom, azt majd egyszer. Nincsen, és akkor majd érted. Jó, hát az egyszer a tiédet, egyszer az enyémet. Jó, mindegy az. Majd kiállom. Küldetésem van. Majd együtt elmegyünk. Az nem olyan, hogy a kincset kiásod. Nézzük csak, hogy kell megint menjen. És ebbe a labirintus meg összeviszi. Hát akkor most már kénytelen lesz egy bagarékkal elmenni játszani. De nem van minden öreg lányokkal. Minden 15 másodpercenként. Egyet lányom, jól van. Kicsit gyorsabban. Ahogy a lepi szalva. Kicsit gyorsabban hílelődjünk. Nem tudok csinálni semmit. És mindjárt vége a napnak, és én még semmit.
Csonikám, megy már nálad, barátom, mert közben én úgy elvoltam. Akkor Csoninál megy, és az ő csatornája az én videóm, az én live-om alatt megtalálta a Csoninak a csatornája. Meg lehet nézni. Csoninak elég jó gépe van amúgy, mert ilyenig maradta neki össze. Úgyhogy elvileg a garancia, hogy jó minőségbe csinálja. És azt meg tudjátok nézni, hogy mit csinál. Hason fekszik, úgy pipál. Nem, az a Kukorica János. Hason fekszik, és úgy pipál. Az a Kukorica János volt, amelyik... Nem madarak, ne csak madarakat, nem már megint. Aksza, betettem neked egy 3-as ásót. Jó. Széket. Hát most még konkrétan nem nagyon akarok ásni. Berepül a madár hátmény. Nem. Agyagot muszáj lesz. Hát már úgy, hogy most... Most konkrétan nem most akarok, de hát végülis lemehetünk éjszaka, csak, csak halál sötét lesz, tehát hogy egy fejlámpánk sincs, meg semmi, és ilyen baj van az ásással lent a pincébe. Mert erre van az otthon, arra. Frissen ropogod. Csoni. Tessék. Tettem be ide neked pandást. Kérlek használni. Jön ott mindjárt én is akszor várjam. Azt az irányváltoztatós fejedet. Ennek jobban, ez is kopasz amúgy, de ennek mennyivel jobban néz ki a fej, de az a farmer az valami nagyon furcsa nekem. Hogy és továbbá. Segítség! Bizunk, van kajánk. Gabeszom, te merre jársz? Nem tudom. Figyelj, Gabesz, én küldtem neked felkérést. Köszönjük, kell visszaigazolni. Nyomd meg az I betűt. Az I betűt megnyomod, és akkor ott van egy olyan, hogy party. Van ott egy boríték, meg a alias. Itt hűvös van, szerintem így most ide nem menjünk. Melyik meg kell nyomni? Itt is hűvös. Van egy olyan, hogy party, és akkor tőlem látsz egy ilyen jeletben borítékot. Arra kattintsál. Úgy, és akkor az alias. Az alatt meg a nevem mellett azok a szövetségesek, igen. Mióta lenne? Nézd, de megörtem a darab. Meccsetet olvastam. Már Csaba, ne haragudj, nekem nincs egy 8-9. Ó, Zsolti! Nézd már el abba az irányba, amerre nézek. Nézd már, Zsolti. Ott a város? Azt akarom mondani, hogy az egy annyira jó program, az mindig olyan vicces program szokott lenni. Nem megyek fel, az biztos. Azt mondom, hogy az pedig egy olyan jó program szokott mindig lenni, oda felmenni. Jó, föl szoktam menni, de hát ott a aknák, ott a... Aknák, meg madarak, meg minden, hát az a jó benne. László, szombaton keresztappa leszek, az 21, egyik apám. Még egy méz. 21, és csak mondom. Buli lesz, végén lesz, ment a botnak. Örülök neki, hát na, gratulálunk. Gratulálunk a keresztapasághoz is. Jó egészség. Merre megyünk haza? Szevasz Csaba! Adunk nekik. Adunk a pofájuknak. Axel, merre van a haza? Nem arra? Hát a haza, az haza, megmondom az... neked, az észak-észak-kelet fele van. Hely vagyunk veszve. Mert az észak-észak-kelet fele van. De gyerekek, nem raktatok le bedrollt? De raktam le azért. Hát akkor arra megy. Axel még mindig nem halt meg. De Axel, te mindent túlélsz. Ja, nehogy már gondolt, hogy el akarok halni szerinted. Képes. Hatta, másikba várjál mi. Csak 21-40. Én pedig kaptam minden pofont. A medvéktől kaptam pofont mindenkit. Hát ezt én is kaptam. Gyere, menjünk az utcára, hogy is jönnek, aztán nem sokára ezek futni fognak. Ajaj, tényleg. Kár volt. Hát addigra megöljük őket, mire idő lesz, de... Hoppá! Hoppá, barátom! Reflex! Na. Ja, hogy nektek olyan... Ja, nekünk is lesz kompetencia mérés, de... Nem csináljuk. Elfogyott a nézettőnek. Jó, hát az nem jó a hír egyébként. Hát vedd ki, az ozókból vedd ki még, akkor azok adnak egy pár. De aztán most van az, hogy indulni kell. Most van az, hogy még most van az, hogy menjünk, mert nincs is nyilvesszőr, úgyhogy menjünk. Az ott úgyis csak úszott. Nem kell hazaérni, mi szeretünk így menni, csak bejöttök feljebb veszem, azt hiszem, mert vagy feljebb is volt ez. Ja, fent volt, hát akkor mindegy. Rátok megy egy vándorhorda. Mama, itt se vagyok. Az a kérdés, hogy hol van a
Csorni, te otthon vagy? Sándor. De igen, én otthon vagyok. Akkor jó, akkor erre megyünk. Akkor menjünk erre. Arra kell. Na majd reggel szóljatok, írjatok rám, hogy vegyem azt le. Ja, ott egy sétáló. Ezen megyünk, ezen az úton. Majd egyszer kell egy... Hát észak-kelet fele kell majd kanyarodni pontosan, ahhoz, hogy hazaérjünk. 200 méterre vagyunk. Igen, ott az épület amúgy. Ott van az épület. De mehetünk itt, mert az úton... Ott van anyagot, agyagot. Ja, hát megyek az úton, aztán... Te belőled van egy. Az a baj, hogy én is már igazából fekmólos vagyok. Milyen vagy? Hát túlsúlyos, és nem tudok úgy futni már. Túlsúlyos, az Axel túlsúlyos. Hát táskámja. Egy kis kaja, egy kis festék. Jó, annyi sört hoztam itt, hogy beleszik mindenkit rúg. Andis meg nincs itt. Ja, tanulnom kell. Micsoda? Ezt jól hallottam? Az Andrisnek tényleg tanulnia kell? Nem az Andris. Nem az Andris, mert Andris még olyat soha nem csinált. Soha életében. Hát én sem csináltam amúgy, amikor iskolás voltam, én sem tanultam soha. Hát egyetünk. Meg azt hittem, az Andris tanul. Andris, az persze tanul, hogyan kell pizzát enni. Azt mondjuk csináltál jó. Még ládát? Jó. Oké. Okay. Csináltam még egyet. De amúgy mi most itt hogy csináljuk így? Mi neki különcködik és külön pakoljuk? Vagy... Mit? Hát azt cuccokat. Nem tudom, hát... Nem, én itt külön ide raktam egy ezért. De pakoltok ebbe is úgy, hogy egybe van. Kinyitottam direkt. Én is kinyitottam egyet. Csak nem akartam oda egy kupacba mindent. Jaj, nézd meg Axel, nézd meg mi van, nézd meg mi van. Szia Blanka! Hát lelőlek mindjárt. Hát olyanom nekem is van. Figyelj majd, de nekem mind van, aztán majd nézzel, beszélgessünk egy kicsit. Vadász. Egy kis zsír. A legjobb kaja. Mindjárt ide hozom az XP-t nekünk. Mit szólsz? Lövök kettőt és itt lesz mindenki. Ebből, hát hogy jó, ezt a vizet is mondjuk innen el kell tüntetni, ezt meg akkor csináljuk. Várj, ezt meg kéne javít. Van egy 10 szintű. Az Laci lesz majd mindjárt. Laci, te hogy állsz a... Mivel? Ja, nekem van két ilyenem, hurrá. Hát majd félig van a csík. Már gondoltam rá, hogy lerakok ide egy pár Lacikám. Visszajött. Laci, neked van már csörgőfogód? Nincs. Akkor... Figyú, akkor figyú. Én azért nem látom bányászni, a zsákot. Nekem most kell. Én nem bírom főre. Én nem raktam a zsákot ide. Na. Sikerült jól. Igen, wow, csörgő fogom is van. Várj, ezt az egyes csontkést most már kiajítom. Hát nekem már egyes vadászkésem van. Nekem is egyes vadászkésem van. Köszönöm a Hagannak a lúcot, az már megjelent, akkor most a rendszertől innen. Köszönöm, támogatod a patakot, jó? És már én is megnézem a... Szia Blanka, szia. Egy picit közben, hogy hol is tartottunk. Ja igen, 1326 törő fejtágító, Károly Robert megalapítja a Szent György lovagrendet. Erről azért lehet, hogy manapság is. Szia Blanka, jó tanulás! És a 1327... Jajjaj, 7, várjátok az eltűnt, ezt most nem látom teljesen. Igen, azt sajnos pont nem látom teljesen. Ja, sajnos. Jó, majd 1027-nél tartunk. És köszönöm szépen még a Hagannak is a lúcot. Jó, kopasz is, ezt már néztük, igen. Jó. Hát nézzem, itt hol van olyan terület. Börtönben már voltatok. És teszem már így a bejövőt lássam. Börtönben egy van börtön. Jó. Én börtön? Van itt valahol börtön? Itt van szembe, ott egy ilyen. Hol? Merre van az a... Merre van az a szembe? Erre, itt. Hát egyel, most először téged kéne megtalálni, hogy te hol vagy. Nem, ő ügyegeztek. Te vagy... Ja, itt vagy fent. De vigyázz, mert éjszak már sprint. Ja, hogy ebből a kis börtön... Ja, hát azt hittem már valami nagy börtön. Hát itt volt persze, hogy Csoni már... Ott Csoni volt, azt hittem valami nagy börtön. Ott voltunk, igen. Na, amúgy Zsolti, te milyen hordavárót képzeltél, vagy álmodtál meg? Hát nekem megvan a koncepcióm, ugye. Hát az, ami de... szokott lenni?
Hát ami szokott lenni, ugye az nekem megvan. Most akkor mindenki külön fog élni? Koncepció, hát lehet, meg hát akkor ezek szerint nem is olyan nagyon sokáig fog ez menni így ebben a formában. Mert nem, akkor... mert akkor ha így gondoljátok, akkor holnap kibérelhetünk egy szerót. Töltünk föl. És Hagant is, és mindenkit szeretettel várunk, aki jó ismerés és stb. Nekem live kép szempontjából ez nem nagyon bírja, de ben vagyunk kötve. Már most már hallom rendesen a hangját. Köszi Csabé, köszi még egyszer, szia, köszi, hogy itt voltál. Felszáll, mint a helikopter. De van még egy kis véretett kesem, azt majd főtöltöm a helikopterára. Az ásó az hol van? Nem tudom, mennyi volt legutóbb a szeró? 9 euró, vagy mennyi volt? Köszönöm. Hát én utoljára, amikor béreltem, volt 4-5. Nem tudom, hogy így ilyen zombis éjszaka azért, hogyha kéne az ember is ugrik egy seggest, az milyen? Az nem jó. Tökéletes. De én megyek a vizes cucchoz. De én fürdök egyet. Olyan jó idő van fürdeni, tök jó idő van. Fürdeni? Aha. De a vizes cuccba, hát... De ti már agyagot ástok, érte? Nem bírtok a bőröt? Én már ástam agyagot. A bőrötökkel nem bírtok. Én követások, és bányászok legalábbis, nem mások. Hoppá, most meg fázom így. Fürödtem és fázom, meghalok mindjárt. Hát meg is érdemled. Fürödtem és elkezdett fázni a karakter. De amúgy szuper. Én nekem nem kellett elmennem fürödni, így is fázok, szóval. Akkor anélkül is azt hittem, hogy van valami logika a játék, vagy... Látjátok, én bányászok. Jó, hát nem tudom, hogy... egyre távolodsz. Hány naponta van új lootolódás? Új loot? A lootok. Igen, a lootok hány naponta van. Hogy csinálta, vagy állította rajta. Hát, ha nem állított, nem vett el kisebbre, akkor sok. Köszönöm szépen. Akkor sok. Hát akkor az nem jó. Blanka. Az akkor nem biztos, hogy olyan jó. 5 napon kattaszok kb. Ó, szia, tényleg nagyon hideg van. Szépen. Tényleg hideg van. Én elfelejtettem, hogy közben Facebookon is megy a live. Gondolom itt is voltatok már. Facebookon lehet live-on. Jó, itt szerintem tuti. Fönn az emeleten esetleg. Megy Facebookon, hát YouTube-on, megfuttathatjuk meg magunkat. Én lövök egyet, az úgy is kijönnek a házból. Hát ne, meg vannak ezek itt is. Fönn is voltatok. De egy hordót itt hagytatok, úgyhogy... Érdemes volt följönnöm végül is. Lőjétek csak az zombikat, én már nem tudom, hogy... Ezt nem szoktátok szétszedni, ezt a szőnyeget? Hát mindent szétszoktunk, hogyha úgy... Valamfőleg, hogyha hiány van valamiből. Hát ez már nem is válaszoltad. Ideg van. Valahova menni kéne innen, mert hűsi van. Szia Csabikám, köszi, hogy itt voltál. További jó pihenést kívánok neked, aztán 10 perc múlva már jössz. Ajaj. Mit akarsz te itt te? Na, kilövöldözik, úgy hallom, ha megint lőnek. Jajjaj. Na, Lacikám, el ne vérezz. Még itten vérzek is, mert... Ajaj. Menjek, Laci. Nem kell, ha van én nekem... Ne hagyd magad. Van én nekem shotgunom, meg mindenre van, én szétlövök itt mindenki. De fele jövet, láttam egyébként egy krumpli ültetvényt. A havasban csak ja, igen, én is láttam kukoricát is. Nem szívesen mennék a havasba vissza. Hát főleg nem olyan hidegben, hogy most is fázom. Én azt nézem, hogy itt viszont én még nem jártam, mert ezek szerint. Hát amit még az autó nem volt kilúzva. Bemenjünk, hát ott egy zombi. Sziasztok. Oké, Csabikám. Zombikkal legyen szép napot. Várom 10 perc múlva vissza. Ezt nem tudom igazából, hát itt voltunk, ez nem biztos, hogy itt voltunk. Ezek jó kérdések. Hát lehet. De az abszolút jön, hogy... Lehet, vagy nem lehet. Ez megfeküdt. Na gyerünk. Csepüst ki a fel. De az abszolút. Oké. Okay. Ez megvan. Meg kéne javítani.
Ebbe a házban nem megyünk be? Ebbe a kicsibe? Mármint, hogy melyik kicsibe? Ja, ebbe a kicsibe. Tehát kihívhatjuk őket. De várj, egy oldalt is, hogy kiakadt. Vagy itt csak egy nyílást csinálunk, és figyelj, itt csinálunk egy nyílást, onnan be tudunk rájuk lőni, meg őket is ki tudjuk lőni. Ja, hogy ez is fa. Ez fa. Várjunk, hogy kell javítanom. Jajajajajajajaj. Egy nagy baj van, hogy itt nincs itt, nem látok senkit. Nincs senki. Hát biztos van, csak biztos, hogy be kell menni értük. Itt is kiütöm várni. Ja. De már jönnének elvileg az ütésre. Nem biztos. Hopp, itt van, itt van. Itt vannak, megjöttek. Vigyázz, mögötted is. Gyere ide, Zsolti! Hát azért annyit azért lagol, hogy hiába. Hát igen. És nem oda ment a lövés. Úgyis lett most még egy pontom. Hát tehát a Ferón is így lesz. Na itt a sárga. Van még? Van még, most kelt fel. Juliska néni. Van még, igen. Van még ketten is vannak. Na halló, én is jöttem lövöldözni. Kapott egy torkost, a kis torkos borz. Jó, most már vele lehet szerintem menni, mert úgy a nagyja már... Nézem ezt az oldalt, mert külön van. Azt nem tudom, hogy itt van itt emelet, mert hogy szerint... Mit akarsz te itt, Zsolti? Hát lehet, hogy nincs. Oké. Okay. Amúgy nem kell félreérteni Zsolti, de van egy-kettő zombi, amit Zsoltinak hívunk. Tudom. Jó, de hát nem azért ezt úgy... Hoppá, itt kint meg van valaki, gyert. Ja, itt van. Hát ez egy mancika. De olyan messziről megüt, hogy el se hinnéd. Oké. Lerepült a feje. Olyan messziről megüt, hogy el se hinnéd. Ja, hát engem meg hátba vágott itt. Még úgy nézem, hogy még mindig van időm megütni, és egyszerűen nem. Tehát... Ez viszont... Jó, ja, nem, az disztrojdos. Még egyszer, a végén még itt haluk éhen. Tasszé. Várjunk, itt szokott fönt. Ó, abban a nagy helyben nem, hogy nem megyünk be? Ott fönn van abszer egy. Várjál, itt van egy briskó itt fönn. Hát, mert kihatodott. El kéne ugrani. Csak kéne nagy valami. Nagyszor, ide nem megyünk be, ide ebben a nagy helyben. Hát ez egy ilyen templomszerű, de bemehetünk. Szia, Alex! Így van, amúgy ugye kocsiászinál és... Csocsónál is megy a stream, a csatornájuknak a linkjét. Ugye Zsolti nálad nem megy még mindig, ugye? Nálam nem megy. A Csocsónak és Kostyinak a linkje megtalálható itt a videóm alatt. Kiné van a sörétes puska? Ugyanúgy, Axel. Nálam, na mi lesz? Gyere akkor adok sörétet. Hol vagy? Gyere. Köszönöm szépen a feliratkozást. 6 darab. Sonynak még nincs benne a linkje, de majd pótolni fogom. Nem voltam rá fölkészülve, hogy ő is fogja live-olni. De majd... Óvatosan már itt szoktak bent lenni, csak... Valakit szépen megkérek, akkor majd beteszi a chatbe. Meg minden ajtón jönnek. Óvatosan a... Ja, ez azt hittem hirtelen, hogy az valaki. Már jönnek is. Közben én tök egy kis követ. Igen, mert szoktak lenni köztük is. Hát nem tudom, nyissuk ki, aztán... Várjál, nem vagyok, ugye? Ja, te vagy, jól van. Jó. Oké, kásolok. Ott jó. Hát, akkor holnap lesz egy újrakezdés. Hát ez a sötétség, ez halálos. Tehát egyszerűen nem annyira nem lehet látni, hogy... Ott fekszik egy... Hát meg kell tanulni lőni. Fölé lőjél egy kicsit. Érjünk ki keveset, mert szerintem már az a problémánk, hogy éhesek is vagyunk.
De bejöttök? Vagy nem? Hát be. Nagyon óvatos, hogy itt körbenézik, mert jó van, már megjöttem. Hát ez a baj, abszolút nem látom én se, hogy... Hogy az most ott ember, vagy... Ember. Hát igen, ez a baj, hogy ül a földön, vagy az egy váza, nagy ilyen valaki. Nézd, hogyan pontokkal van, 3 pontunk, és... Hát beléd lőttem, csocsó. Karakterünk úgy áll... Yes! Nélike! 85 zombit voltunk meg, egyszer haltunk. Aztán mögötted vannak. És... 9-es szinten vagyunk, már nem sok kell a 10-esre, és azt hiszem a 10-esnél lehet fohót készíteni, ugye? Igen. Figyelj, jönnek. Bocsi, beéd lőtte. Nem baj. Vigyázzunk, megy egy. Ricsi, csak ment volna. Mocsok sötét van. Nagyon jó lenne már egy fejlámpa, nem hiszem, hogy lehet, hogy kraftolnunk kell, mert... Nem találunk sehol. Hoppá, itt is jött egy. Megütött. Axel, ilyen nyugalmasan így elmentél a nővérke mellett. Aha, hát először nem láttam. Hát meg volt. Spendelt nekem. Ja, van egy pontom, igen. Na gyere, itt van egy csomó loot, Axel. Hát szedjétek akkor. Nézzük már, hogy archery... Na, mert ezekkel nem tudok tenni, viszont akkor most már én is teszek erre. Mindegyiket lehet venni. Elinduljunk most már azért a észbeli fejlődés útján, ne csak az izom fejlődés útján. Ó, jönnek. Á, de csak ilyeneket adnak. Jajjaj, mindjárt. Segítek neki, mert ugye ez kiüti. Ez is 4 óra elmúlt. Nem lehet vele mindet nyitni. Ugye azt a fölösleges cideket kihajítjuk a fenébe. És elmegyünk, keresünk kis... Csabikám, csak nem megjöttél. Hol Axel, hogy nézel ki? Hát... Tele vagyok nyilván szőkkel, mi? Meg 1, 2, 3. Segbelültetek. Mindenki szedje ki a sajátját, jó? Lehetek szívesek? Mindenki a sajátját ki tudja szedni. Hát, mint hogyha Csoniban nem lenne, Csoniban is látok egyet. Azt próbáld meg kiszedni? Csoni volt szedni. Nem lehet. Csak akkor, ha kilépsz a játékból, akkor... Ne, hát sajátját ki lehet venni, azt ki szoktuk tudni venni. Hát, én nem bírom az Axelből kilenni, pedig tudom, hogy lőttem bele egyet. Vagy nem egyet. De én erre akarok menni, hogy várjátok. Itt az óvoda. Óvodában nem akartok menni, vagy már úgy gondoljátok, hogy... Jajajaj, ez városos... Gammát levesszük. De ez városháza. Ú, ez kemény. Oda úgy kéne pedig városház, hát ide? Csak az nagyon, nagyon kemény, viszont az alsó részébe oda lehet, ott van a börtön része alul. Gab, ezt meg ne halljál meg. Van alul egy, alul, csak a lejáratot szerintem a másik oldalán van a lejárat. Gyertek át a ház túloldalára. A házhoz jön az is. Nem, várjál, itt felfele visz. Hát hol van az? Valahol itt kell, hogy lefele menjen. Már nem minden rendben van. Elmaradt 2 órám. Gyere Maricsú. Nem lett meg. Nem láttátok, hogy hol van a bejárat? Nem. Ott van, fiú, de jó. Hola? Hola? Gabesz. Hola. Ki jöttött? Hol a fenébe van a... Hol a feljáró? Látsz hátul egy nyílát? Ja, ott... Van egy... Igen, csak elvileg nem olyan emlékszem, de hát mindegy. Hát... Gondolom. De itt már jön is, vigyázz. Na jó, menjünk akkor hátra. De... Hogy merészelti engem megüt? Gyere, Axel, itt már jön meg kifelé. Ja, nem ilyen szokott lenni, vagy nem, hát nem ilyenre gondoltam. Igen, mert sokan jönnek. Hoppá. Nekik egy fejest. Ez csak Axel barátai.
Gyere, Gabesz, vagy itt vagy már? Hú, mennyien vannak hát. Ja, itt vagy, jó van, gyere. Gyere, már ilyetek, itt kell nyomnom. Hello. Ajajajajaj. Így a környék is jön. Én már belekerültem a pálya szélébe. Adja csocsó. Legalább ezt is tudjuk, hogy mi merre, hány méter. Ugye a pálya szélén ugye fertőzés van. Nem hiszem, hogy... Ejjjaj! Sugárzás veszély. Nem tudom, hogy hol itt a lejárat. Pedig valahol tuti van. Hát csak székek vannak itt. Vagy ez nem olyan ház, amire én emlékszem, vagy én amire gondolok. Semmi. Na, szia Gábor! Jó. Jó. Ah, megittem a... Az hosszú lehetett. Az egér. Jó az egerem. Van neked honlapra remélem kevesebb lesz. Megittem a kokosvizet. Ez kell. Vagy nem. Azt a Axel, hogy összehoz vissza boltán az ajtó. Mi van vele? Hallok. Hogy ütöd az ajtó boltán? Ja, hát igen. Axel már baltával. De hogy baltál, a kőbaltál van, egyes. Ezt így kezd, neked adom. Én nekem már hármas. De engem nem érdekel. Én szeretek így ilyen nomád módjára harcolni. Ez nem is az a ház, amire én gondoltam. Hát, ezen... hát nem mire gondoltál? Hát nem, van egy ilyen nagyobb ház ennél, de ez nem az. Az is. Ó, rá, ez, akkor nem is, ez nem is az a városháza. Szia, vacsora! Ó, ez korán se az. De... Erre szeretnék rakni még egyet, de ez a kis gonosz. Ezért még nagy percig itt tudulni. Ó, az jó lesz itt bent. Mire menjünk csak be? Nyitva van egyébként, Jaga. Oké. Jaj. Na, nézze meg tőle. Fáradt vagy, Jabesz? Nem, 14 óra munka után nem. Nem, már nem dolgoztam. Nem dolgoztál. Kötött a serényen, az ki volt írva, hogy gyógy. Dokkinál voltam. Azt mondja, hogy... Az is elég fárasztó egyébként. Megvan a tűző. Hát, tovább jelöket, az... Na, oda benézünk a szoknyája alá. Na, itt a... Hát, nem már szoknyákat nézeget, de hol vagy? Már is néni nem. Segít valaki szépítni a szépet. Jó. Hát, én szerintem most nem nagyon szeretnék neki állni szép. Azt mondja, hogy... Majd visszatérünk úgyis később. Polcser. Polcser. Hogy kell hozzá belost... Igen. Nem nézzük. Azt mondja, hogy be... Csó. Belost. De mi kell hozzá... Ők, backfit, bőr. Mint a szemelőt. Meg lesz már a kohó. Ezek ide be voltak zárva? Jó. Igen. Ezek rossz lányok lehettek, biztos. Rosszalkodtak valahol. Szia Csabi, visszatértél, örülök neki. Ezeket szét kéne ütni, de én nem akarok neki állni egész egyszerűen. Örülök neki itt a klubban. Jó, akkor menjünk egyáltalán, nem? Hát én ott voltam. Aha, ott volt Axel, akkor minden megvan. Hát őzék vannak fent, széfek több is, de én azzal nem állok neki szétütni. De hát azt most nem. Én azt nem állok neki szétütni. Akkor láttuk egy nagy széfet. Halljátok már, itt van a... Itt voltatok ezen a részen? Szerintem... Az a kiállat. De voltatok. Ja, jó van akkor. Ja, itt is itt a széfek. Hol a webcam? A webcam az most elromlott, lejtettem a földre és betört a kép. Direkt véletlenül leesett. Tényleg véletlenül. Menjünk ki volt az a vehemes nőszemély, Laci? Ide? Jó, hát... Speciálító! Appa! Jó. Ejjjjjjjjj. Kindergarten. Szegény farkas, ez már nem eszik ma belőlünk. Laci, Zsolti, Hali, hogy vagy Zsolti? Azt kérdezik a chaten. Csaba, jól vagyok. Jó, kaptam egy pofont. Biztos jól vagy Zsolti, mert még ma még 20-szor meg fogja kérdezni. Nem biztos, Csaba, mert megkérdezte. Hogy felmennék lecsúszni egyet. Régen csúsztam már. Merre mász? Kicsit fők veletek. Velem biztos nem megy. Gondolkozom, hogy oda fel kéne menni. Én nem voltam, hogy én a magányos farkas vagyok, én
Átettem a magányos harcszereket. Na mindjárt csinálom akkor. Voltál ez a hangos. A kohót? Micsoda? Hát már kohót, igen. Már kohót. Ó, hát már tizedik szintű vagy. Hát neked ez jól megy. Hát figyelj, én nyomom is neki, én nem bizé. Nem most állhatsz, igaz? Én meg itt a bőrt gyűjtöm a kohónak. Eljött, mennyi van itt? Azt kérdezik Zsolti, hogy lesz-e ma nálad élő? Élő? Hát, itt csak hullák vannak most. De live, hogy lesz-e már ma haláli hullák hajnala. Hát elvileg kéne lennie. Jó, szerintem beálltunk. Elméletileg kéne, aztán gyakorlatilag... Jó, mami. Kivertem a szengéten a De hát mindig kérdezitek, hogy meddig fog tartani a live, fogalmas is, gyerekek, addig szokott tartani a live, amíg el nem érjük a hordának a vég. Igen? Igen. Miért szoktuk, ugye? Hát én akkor nálam nem tudom, mikor lesz lak. Na, azt mondja, hogy keressünk, azt mondja... Gabez, gyere gyorsan! Szöge. Hol van a szög? Gyere gyorsan. Itt vagyok. Itt csak a visszára. Fordulj meg! Gabez, dobok ki neked sok mindent. Akkor én hadd menjek, jó? Itt a szög. Óvatosan már. Nyugodtan ez meg a... tudni, hogy honnan esnek az ember. Fejére. Csak óvatice. Nézzük csak. Ezt a maraságot kidobom. Hallottam. Azt mondja, hogy duct-t kell 5. Meg nem kell, nem vagyok én ügyvéd. Duct-t. Csak fókember. Na ketten, de azokat nem tudom fejbe jönni sehogy. Megérdül legyen fókkel. Amúgy csak úgy szólok, hogy szerintem fent sokan lesznek majd. Ja? Igen, igen, igen. Hát én már fent vagyok amúgy. Hát akkor már csak egy Axel maradt fel. Hát az udvaron, hátsó udvaron csináltam feljárót, de mondjuk máshol is feljöttek, ha akartok. Gyerekek, ki... Ja, mi itt vagyok, már lettem amúgy. Akkor jó. Hol vannak a csövek, vagy ezt leszkreppeltétek, vagy mit csináltok? Nekem nálam van már rövid cső, ha az kell, mert találtam már azóta. Nálam is van rövid cső a dobozba, vedd ki. Kivettem, jó? Jó, vedd ki, meg van ott is egy csomó. Az van, van. Azt mondja, hogy ez megvan a beló. Igen, és akkor most a forcs... Ugye, leesnek lefelé felülről. Igen. Ja, onnan igen. Azt mondja, hogy ahhoz kell még, ja, hogy igen, egy rövid cső, belob, igen, és kell még szalajos, akkor agyat. Laci, tudod mit szeretnék már nagyon? Egy biciklit. Egy biciklit? Jó, van. Még bicikli rendel. Jó, gyere. Gyere hónap is. Csocsó. Szava Csaba ismét. Mehetünk ó, be. Ó, Csaba itt van. Ha, mehetünk be fel. Én már nem tudom követni, mert jön, megy. Itt kirukoltál. Ezt egy hordó. A Csaba hozzám egy nem hordó Zsoltinak. Miért te már is live-olsz, Zsolti? Nem. Nem, csak nem jött hozzám még a csak. Na itt a emelet, ha... Aha, hát menjünk, akkor az a... Csak itt ugye leszakadós, arra kell. Hát... Egy. Leszakadjuk, aztán nézhetünk. Mert itt kell kimenni a... Gyere! Nincsen itt azzal semmi probléma. Erre vagytok. Ásó. Itt a lyukon kell kijönni toldalt. Melyiket? Hmm. Jól van ez. Itt. Ezt amúgy megmondom itt. Őszintén, hogy nálad mindig a magot szoktad csinálni. Melyik színű vagy te vagy a sárga? Itt vagyok hátul, mögötted. Most mentél el arra. Még. Aki a fát kiütötte, az ment el arra. Itt nézek a lyukon. Itt a lyukon! Itt a lyukon! Itt vagyok a lyukon. Itt a... Nálunk ott ezt a magot. Ott, ne menj arra, ne menj arra! Ha elmentetek arra. Jó, egy gyere, nincs. Ott jó, vagyok semmi. A ikonat. Te. Lettet, ez az. És itt föl a lépcsőn a tetőre. Nem tudom, többiek hú vannak, de mindenki elment a lyuk mellett. Jó. Hát tehát a Maxa itt van fent, ott nyírja őket. Én még a kint vagyok a fa, micsoda, a fém lépcsőn, amin feljöttünk ide.
meg találtam még egy embert. Egy emberként még úgy gondolta, hogy szeretne minket. Egy nem elég. Hát, én meg nem bántam, okay. Azt hiszem tovább. Megvan. Figyelj, jönnek a bombok is. Halál komolyan nálunk ezt a forcsot, ezt nálunk. Ja. A magor szokta mindig lepakolgatni, ő az ütőember, lerak egy csomó tábor, gyűjtsz egy is még, vigyünk. Nem lootol, nem csinál semmit, üti a zombikat. De addig üti, míg el nem éri a 40-et. Még jön egy. Még hátul jön. Hát Zsolt, azt csak mondja, hogy nem mentél be, de azt nem tudom, hogy miért, hát ugye most nem live-ol, úgyhogy én se értem, hogy Zsolti, hogy szóval nem mentél madár. Be. Megint madár? Nem, csak kilőttem, ott feküdt. Nem tudom, mikor lesz. Oké. Na jó, akkor ezek itt meg vannak, hogy nem tudom, hogy ez. Na jó, akkor hol is kéne itt menni? Doboz kiütöd. Erre nem hiszem. Doboz, ott van egy doboz, kiütöd. Nem itt vagyunk, nem erre, az biztos. Ajá, igen, majd kiütöm persze. Ajá, az. És ez az ablak. Nem tudom, ti hova mentetek fel, most el vagyok itt tévedve. Itt vagyunk a tetőn, mi? Ja, hogy ott a luk, ja, látom már. Ott a luk, akkor... Várom rá a sok borzalmat, ami nekem nem... Nem én nem erre jöttem. Nem vagy bénak, abbesz, rák, tele kell ér. Hoppá, egy pörkölt. Találtam egy pörköltet. Na, nekem meg már kettes a pisztoly. Kis kománk az még csak erőlködött egy kicsit. Nekem is van csikes kajám. Úgy tudsz, Gabez, úgy tudsz jönni, hogy bemész ott menj be, menjél körbe, be a konyhába, tehát el kell, hogy kerüljél egy nagy kört, látni fogsz egy létrát fogsz majd látni, azon feljössz, és az ide vezet ehhez a lukhoz, itt ki tudsz jönni. Axel, nem hiszed el, mit mondok? Van egy kettős acélcsák. Na, az jó. Na, az jó. Csak mondjuk még kettőt ütszel aztán. Összeesel a fáradtságtól. Egyet ütés már akkor összeesel. Hát csak egyet, mehetünk vissza szerintük. Ez kell neked, Zsolti? Mit? Ez. Jó, azt kidobjuk. Igazából én nem szoktam használni, de... Megviszom a ládába bedobom, jó? Na. Várjál? Jó, megvan. Már én már nem igen tudok futni. Na, akkor mehetünk innen lefele, szerintem. Hello. Mehetünk, hát haza is kéne menni. Hello. Oké, én lejöttem. Jó, menjünk lefelé. Hallottam a lábad. Az úgy. Nem tört el. Nem? Csani fiú, miért nem használod a kötszereket? Nem én vagyok. Mondtam Csaba, de hát nem tudom. Nekem fullos HP-n van, Laci. Hát jó, de attól ma megütnek, akkor kell, nem? Vagy csak én gondolom így? Azt nem tudom. Várjatok, hol erre lakunk, erre. Hát igen, pakoljunk ki, mert nekem is. De várjatok, hát nem tudom. Fullos vagyok, egy pontom, amikor ezt jó lenne rátenni, egy... Én ittem, bejöttem. De nem tudom rátenni, úgyhogy akkor egy ilyet veszünk. Igazat akarom. Ilyet veszünk viszont a Pac-Mall-hoz, nem arról sem fogok tudni tenni, jól van. Nem, azt szerintem, hogy majd elindulok hozzá, mert lassan fullon leszek. Na és van olyan hatalna, már itt ezen a benzinkúton nem is voltunk még. Vagy valaki volt már? Itt van egy aranyos kutyus, lakik itt bent. Hol? A benzinkúton. De már. Hát itt szokott bent lenni. Nem akarok arra menni. Arra kell mennem. Ott egy fej. Nem tudok futni, az a baj nekem. Nem is kell futni, le kell lőni, és nem kell futni. Jó, de tele vagyok. Itt hagytátok a hordót is. Hát ez a legjobb izé. Jaj, hát ti honnan? Ja, fentről jöttél, jó van, egyelek meg. Tegyelek a füstre. Rakja helyekre. Meg a staminára, nekem is ez most sokat segített. Jaj, gavezzel megértem. Majdnem rád. Óvatosan nyisd ki azt az ajtót, csocsó. Egyetve nyisd ki, de guggolva kinyitod, és ott lesz szembe egy kutya, azt le kell lőni. Akkor én megyek hozzá. Menj oda. Hopp, 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 hopp. Vagy akkor nyitom én. Jó, hogy azt az ajtót. Na, kinyitom. Ott a kutya. Fej. Fej. Nem találtad el, Johnny. Vigyázz, mert még a nyakadba fog esni. Valaki, figyelj. Hopp. Gyere! Meg vagytok? Meg. Na, itt jön a nagy ember. Akkor menjünk. Menj innen. Na, valami. Én is van egy videó. Miért spawnol el ide, meg oda? Nem spawnol, hanem fentről esnek le direkt.
direkt azért van, hogy... Oké, jó van, szóval... Halott. Szerintem is. Ezzel most jó képet lehetne csinálni így. És csak Csoni, nem akarsz egy képet? Várjál, melyik lehet F9? F9. Hát az első zsákom, amit dobott egy. Az első zsákod volt? Aha, egy sárga zsákod a zombitok. Na, érzük. Az! Megkérdeztem már Zsoltit, ő se tudja, szia Csindrúz. Mit nem tudok? Hát, hogy hova menjél be, mert mindig azt kérdezi Csabi, hogy de hova is kéne, hogy bemenjen. A beszélgetésre van, nem tudom. Most már lehet mocikánk. Legalábbis kettő. Hát két aksi, az még kevés hozzá. Kell tennem a izomcsávóra szerintem. Én nem emlékszem már, hogy a magor hogy csinálta. Na most már én is titkos vagyok. Hát a kéznél a hátizsákra teszem. Az lesz, hogy azt mondja, hogy... Viszek festéket, hogy át tudjunk pont festeni valamit. Az ütés, tehát az E6-ot. Nem, hanem az erőt, tudod, hogy jó legyen az erő. Mi az erőn léted? Jó. Hát az erőn léted, az ott van a szexuál tiranszarusz, van mondjuk. Meg egy sört. Hát, Enigma, hogyha itt vagy még. Hát ott van alul, mondjuk attól függ, tehát a legalsók, a konstrukción túlsznál ott vannak ezek a Miner Gear, Motherload, azok, hogy, hogy jobban bírjad, meg többet nyerjél ki, hogyha ütsz dolgokat. Azt kérdezte Zsolt, hogy nem köszöntél be valahol, és akkor jaj, arra kérdezett vissza. Ja, nem tudom, szerintem. Na, ez a kis alkoholizmus, ez segít. Na jó, hát most már jártányi erőm alig van, úgyhogy... Nekem is, úgyhogy megyek haza tényleg. De jöttek haza, itt már kohó van. Nem bírok jó, már. Oké, meg akkor majd csinálok biciklit. Már sétáltatok. Biciklit hát, már tudsz biciklit. Igen, rég, igen, a rossz bőrben anyag. Meg főleg, hogy nem is hazafele indulok, úgymond aztán főleg nehezen érünk haza. Biciklit akkor ti ne tanuljatok, ma megint kell vágnom a nap. Egy pillanat csak. Nem is, hazavittem már a műanyag, ott van a ládán. Ilyen vidra! Izó is. Ilyen vidrós. Igen, Csoninál és Kostyalcinál is megy a stream. Amúgy hát nem is tudom nálam is mióta megy, ahogy. Hát két és fél órája. De az... Alig megy. Jó, hát én olyan három órát tervezek, akkor még egy fél órát nálam megy, csak aztán én is elmegyek vacsizni meg minden. Úgyhogy... Még én egy olyan fél órát. Hát az mennyi a, most, ja dél van a játékban, vagy 11:45-12 van a játékban. Hát akkor úgy este lesz szerintem már majd. Mi van itt? Ki van itt? Mit akarnak? Először kipakolok már otthon, mert... Ó, itt valaki belement a fülbe. Akkor Kostyulacu, istened áll a fülbe. Itt vagyok, hello, bello, ne menj el! Tesó, testvérem, mondani akarok valamit. Mondani akarok valamit. Nézem, ott van a törtszerék, így beszéljen. Te voltál? Ez a varázs, nem hiszem, ez a varázs volt. Gyerekek, mindjárt visszajövünk, jó? Oké. Ja, és Csoni, nagyon boldog szülinap. Isten éltessen, Csoni. Jó, csinálok még egy ládát. De nem tudok, várjunk. De van értékelve a Tomb Raider. 20 euróért beszerezhető. Ne is merjétek ezt megemlíteni, hogy le van értékelve. Nem akarom meghallni. Hontány, neked is megvan a Seven Days to Die, nem? Tehát gondolom, hogy te is játszottál vele hát itt a másfél évvel ezelőtt, amikor ugye Scud Ready-vel, stb. Aztán utána Scudot tudom, hogy egyedül is nyomta ő, csinált ilyen sorozatot, de gondolom, hogy te neked is megvan. Akkor ezt megjavítjuk. Ja, várjál, ez jön. Hát bedobom, amit betudok. Csinálja is ide még egy ládát. Kinél van csákány? És akkor csákány? Itt van, gyere, mindjárt kirakom egy. De várjál, már szerintem lassan mindjárt tudok. Azt nem tudok. Hogy csákányt nem, vasat. De hogy ott vasat, ja. Tojás, ja, van itt tojás. Hát először vassal kell kezdeni. Ja. Airdrop! Kiszorod az airdropért akkor.
Hát nem tudom, hogy vagy még nem tudjuk. Ja, mióta így hét van, azóta nem próbáltad. Jaj, mekkora hiba. Ó, hát azért messze dobtó ott van. Veterán, na jó. Azért az nincs közel. Szevasz, Mészáros Márk, szia. Az elnézést, hogyha valakit nem köszöntem, valakit nem vettem észre, csak itt nagy munkába vagyunk. Ez kifejezetten nem a chatolvasós játék kategória, ezt azért mindig szoktam én is mondani. Mondja, hogy kéne valami asztal is, hogy is hívják azt az asztalat? És nyilván szinte, hogy elleveld ezt a mennyire veszi őket. Jó, hát hogyha nem megy senki, akkor... Work. Hol van az? Hol az eldob? Kivet, nincs beállítva... Nincs beállítva a jelölés. Nagy baj van. Nagy baj van, nem fogjuk látni. Miért nem? Hát nincs beállítva a jelölés. Ó, nem van. Nem láttam, hogy hova esett. Hát még ott lehet éppen látni. Jaja, abba az irányba. Szerintem szaladjunk, ha van kedved. Menjünk el, hát abba az irányba. Hú, vajon a térképen. Ez most... Ez a térképen észak, illetve kelet-dél-kelet, nézzük a térképen. Ja, nem látszódik. Hát nincs már, nem állítottad be. Nem látszódik. Kelet-dél-kelet, tehát valahol, hát... Hát ez már szerintem Axel, szerintem... Ennek így reszeltek, ja. Ez, ja, majd ha arra járunk... Kelet-dél-kelet, tehát körülbelül így ebbe az irányba van, de hogy... Hát. Valakinek van kalapács, csak úgy kérdezik. Mindegy, valamerre kellett, de nem teljesen abba az irányba volt, vártok, ez állítok rajta. Te vagy ott, elmenjünk, azt mondod. Nem mondom. Ja, hogy nem, nincs meg a rendszer. Menjünk. Ja, az akkor nem arra, csak próbálom már belőni az irányt, mert nem teljesen... Arra volt. Igen, nem. Csak én próbálom, hogy egy gyors waypontot, hogy körülbelül... Kelet-dél-kelet, szerintem még mindig nem teljesen arra volt. Mindjárt csak az irányt szeretném belőni. Jó, gyere. És körülbelül, körülbelül abba az irányba volt így, ahogy én a pirosat beállítottam. Hát igen, az nincs bekapcsolva. Hát... Az nincs. Hát ez ilyen, nem baj, így is el tudtuk menni. Igen, csak... Csak hát, azt úgy meglátni, hogy sokszor motorral megy az ember, vagy valami, és akkor már itt kéne, és akkor látod meg, ja tényleg ott van, meg van, hogy egy fa tetejére szpalanol meg, vagy esik meg ilyenek, és hú, az így kicsit gáz. Azt se tudjuk, hogy milyen messze volt igazából. Majd. Legközelebb bepipáljuk. Térkép sem mutatja? Hát nem, mert ezt be lehet pipálni, hogy mutassa, így meg most úgy van, hogy nem. Egy ilyen szerencse, hogy valaki jár, vagy... Hát valahogy majd... Hát, ha... Szerencse? Hát ilyen szerencse kérdése. Hogy fel kell mászni. Ha a repülő módot meghatkozhattad volna, akkor... Azt nézem, hogy ez itt egy... És csak Zsolti. Hello! És csak Zsolti. Hogy? Mi? Szia Aurelius! Jajajaj, köszi, hogy szóltál. Mikor? És csak itt ezt a kis lejárót, ezt ismered, ezt a trükköt? Igen. Jó, hát majd igen, egyszer... De én most nem mennék le. Most én sem megyek le. De oda sem csak azért szétütöm, megnézzük, hogy van-e benne valami. Én inkább itt jönnék kutatni a ára. Bár nem hiszem, hogy sok minden van nem benne. Nem akarok egyet. Leesni hozzá. Újabban szeméttel van tele. Na, egy fejszét találtam, hogyha kell. Vas fejsze? Igen, hát vas. Az jó, az már bírnánk. De már tudunk önteni, szóval... A Laci ja, mondjuk az igaz, hogy Laci már fog tudni csinálni. Ja, hármasat tud már. Az a baj, nem láttuk azt, hogy ez milyen messze van, és ez így vakon... Ja, hát ez vakond így... megyünk, vakond. Vakond, és nem esetleg ilyen messze szerintem. Hát azt nem tudom. Lából sajnos bárhol lehet. Bárhol is, meg ott is. Ott még egy ugyanolyan, mint az előbb volt, pont ugyanolyan.
Jaj, valaki. Gyűjtem. Ó, de messze van az. Itt van. Ó, nem, itt a... Itt lesz a sisakunk. Van a sisak? Gyere, Axel, tele vannak, itt lesz sisak. Már mi van tele, mivel? Hát itt van a bányázombi. Hát de ez már... a munkázombi tördezet. Hát az nem ad már ilyet, mert régen még adtak lootot, de hát már nem adnak. Ja, hát már zsákot nem ad, akkor már nem ad. Az a baj. Ha zsákot adna, akkor adna egyébként. Hát hello! Ismét, mi az, hogy Csiónak néma lett? Ezt most nem értem. Minek lett néma? Nem tudom, sziasztok, ismét Csiónak néma lett. Na, nem, itt vagyok most már. Nem értem, Gerle. Ja, Csoni. Szia, Geri! Szia, Csabi! Szia, Geri, de nem értik, hogy Csabi, hogy vagy, Csabi? Igen, még hogyha ide esetleg le, itt még jobban meg lehetne látni, de hát persze az vagy ez bárhol. Van nálad film? Lehet, én most mit csináltok, hogy kérdezzem meg? Hát én ölöm a zombit, meg közben ütöm a követ. Megkeressük a dobozkot. Keressük, és akkor majd megtaláljuk, majd fogadjunk, találunk. Ez benne konzerv, aztán... Gyorsan lepakulok, aztán megyek. Szétkarmoljuk magunkat. Hova mi? Hát oda felétek. Nézzem már, mit csinált. Hello! Eszem is, iszom is. Ide felénk? Ide gondolod? Hát ez az... Á, igen, hát van épp. Azt mondja Csaba, hogy ő is jól van. Á, gyerekek, és sose találjuk meg, én azt mondom. Ezt maximum egyszer véletlenül megtaláljuk, vagy ha bekapcsolod, akkor egyszer esetleg majd egyszer megtaláljuk, de szerintem így nem fogjuk megtalálni ezt. Jaj, hát én most elfelejtettem, amit szerettem volna. Ide jönni hozzánk. Nem. Kipakolni. Nem a kipakolás, én hoztam ide mindent. Kohóra, valót, vagy szabad. Zombi kell évetni magad. Hát, de rohanok. Sajnos. Gyere, aztán itt a tüzet zombik a izébe, itten. Jó, gyerekek. Kiírni, igen, szerintem innen indultam én amúgy. Hát itt baj van, sikítós csallok. Jó, de jó. Az ott ugye egy trader is van, mert innen jöttem én. Már megérte elindítani a kapot. De gyere, Axel, nem lenne jobb, hogyha itt lennél valahol közel, mert akkor a cipéket mindketten. Gondolom a vasat már mind beégettétek, de én viszont szerintem... Viszont ide nem mentem be, amikor jöttem, de most viszont be lehet vagy ide jönni. 100 méteres körzettől vagyunk, akkor mindketten kapjuk a pontokat, tudod. Ketten? Mm-hmm. Igen, 100 méteren belül. Még én is kapom a pontokat, hogyha ti levitek a zombikat. Igen, de csak a 100 méteren belül vagyunk. Na már. De. Azért mondom az Axelnak, mert így ő se kapja. Na, hogy kinyílt a sikítóst. Miért? Mert ne, hogy kinyílt. Hát sikíjon, elmond. Hát gyéljenek a zomb. Akkor mi nem megyünk, hogy a hontalanok lett. Hát sikítsenek. Nem is tudom, hogy hol van. Ír a madár. Hol van a sikítós? A madár? Hol vagy? Jövök, jövök. Hát nem írt ki, csak kaptam egy pár pofont. Köszi, Alex! Másik madár. Most lettem 14. Most lettél 14? Nézzek már ide, mert... nem csinálsz itt egy ilyen dolgokat itt bent. Gonosz asszony. Együnk, ígyunk, vigadozzunk, szép lányokat csókolvásunk. Á, sikítós! Azaz! Ne sikoljál! Nézd, meglátott engem. Juhú! Néni, kérem. Terepszíni. Ne felét menjen a kutya, hogyha jön. Na merre? Gyertek! Hol vagyok? Már nem vagyok az udvaron. Jó, hát te... Én minden esetre felkép. Te szereted a sikító. Állj, sikíjad, ne sikíjad. Ez az életelemem, ezen nőtt. Ez egy fegyat, csak gabasz, hogy szerintem, hogy valami újféle zombiféle találmány. Ó, hát te azoskolátokat. Igaz, igaz. Gyorsan kijött.
Megöl. Oké, vidra. Ó, hát nem áll. Kacsi. Axel, hol van ott? Élnek a 14 Axel, évesek, gyere. Ugye, Geri? Segíjél, Axel. Majd egyszer te is. Nem akarok meghalni. Akkor inkább előveszem a stukkeremet most már. Ajja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 j
tőle. Hát csiki, jó. Jó, sem leszek egy izét. Vigyázz, vigyázz, Axel, vigyázz. Mire? De. Itt nem csapatom magamat nagyon. Hát, és ki kéne már próbáljanak. Új stukkeremet, hát ez nem, hát, nem hiszem, hogy én nem látom. Ezt ki kell végezni. Ne, ne, na. Ezt ki kell végezni, Laci. Ki kell végezni. Iha. Én mindig arrébb megy. Fejbe lőttem. Nem kapok érte XP-t, gyerekek, vagy hát most itt szövöldött meg. Semmiért nem kaptam itt XP-t. De hogyha 100 méteren belül vagy, akkor... Ha a partiba vagyunk egymással. Vagy kaptam. Ha a partiba vagyunk, akkor igen. Hogy Axel, te is megkaptad azt. Biztos. Biztos. Te is szeptemberi vagy. Úristen, itt mennyien vannak. Jaj, gyerekek. Jöhet, ezt elkapom az XP-t. Jó van, csak nem vettem észre. Na, egy kicsit. Hillelődjünk. Gyerekek, milliárd. Na, szóval. Milliárd. Katonák milliárdjai rohamosztagosok. Százai jönnek. Geri, amúgy hogy alsz a Battlefront 2-ben? Mindig szomjas vagyok, akkor ígyünk még egy. Ezt akartam én itten, csak megegett a... Na gyerte! Hányó. Látod, is van ilyen pittős feladat. Ne lőjél! Ne pazarold, mert aztán mikor már a Ferrárok jönnek, akkor nem vesz. Lacikám, lesz jó. Figyeljetek, találtam. Egy 2-2-es rétes puska. Kettő darabot is. Gyere! Axel, nem kell egy sörétes puska. Egy na, én nem szeretem, nem szoktam. Na, odaadom valakinek. Így na, van. Én 8 éves vagyok, Hun Prime 12, 11 voltál eddig. Csak. Na, szerintem nem, szerintem nem mond igazat Hun Prime, mert nagy itani akarja magát. Mit cselpeljek? Van ott egy moderátor is, ugye Geri? Odi vagy. Na. Akkor talán itt már. Geri, akkor modikodjál ott. Jól van. Skillpont, azt mondja. Andris, gyere te is jó, ide! Jó, ezt megnéztük. Ilyen bemoderátorkod. Megsértődök, így van. Kisért. Én már a... Nehogy azt mondják, hát Apex is 8 éves, meg én, és Hun Prime a 11, de állítólag most már 12, nem is hiszem el. Geri, lásd el a feladataidat. Jó van, Zsolti, ezt szerintem nem találjuk meg egyelőre, vagy szerintem már soha, mert hogyha meg újat kezdünk, akkor meg főleg, úgyhogy akkor... Igen, megyek, én is csinálgatom most, szerszám. Nézzem, is ez a lábai van. Szerintem a Valval kezdődöm, hogy csinálsz vacsorát. Hányos a lábas, fiam. Hello. Nézd, itt a gyertyaállás, tesiből. Mennem kell? Na, hát Csabikám. Úgy járkálsz kibe, de azért 10 perc van, várunk. Zsolti, és hánykor kezdődik? Hát, elvileg már rég megy. De még nem vagyok ott, az a baj. Megy a live-ot, de még nem vagy a live. Nem tudom, Csabak beszippantotta izé. A Laci én szippantottam be a fiúkat, vállom a felelősséget. Mert én még vigyelek a kohónak a tisztaságát. 3 hónapig csak szemben. Gondoltam, hogy fel fog gyulladni. Ez nem maradhat ki, komolyan. Égi a fiam, 3 pontban van. Makkocska, finom makkocska. Ez jó hely, csak... túl jó hely. Majd Ward előtt jó berúgó. Ez jó hely, csak na. Jó, hát egy biciklit én is tudok csinálni biciklit. De nem tanuljátok ki a biciklit, én kitanultam pont az ilyen esetekre, hogy ne tanuljátok. Nincs kevesebb a számás. Lehet, hogy csinálok majd egy pár bambást, ha miért itt nem jó közöttünk. Nincs, akkor egy ilyet. Legyen ilyen. Ügyes vagy, Laci. Csinálok még egy kis nem tudom. De szemét vagy. De szólt a főtorzorom. Nincs kő. Ügyes vagyok. Elfogyott a kövem. Jó, van. Elszott a kedvenc házam van ott a végén. Igen, mit rejt az egyedüli lány? Mit rá? Ó, oh, jó hely, amúgy. Mit rá, ötkor a szökőkutnál? Most ennek itt
Vidrus nem jár a szökőkúthoz. Á, jó gyerek. Külön kitaláltak valami marhaságot. Á, gyerek. Nem lesz jó. Azt szeretem ezt a házat. Na, add meg ketté pont kell. Házat? Van, akkor gyűjtök itt még egy. Igen, ez van, van ez a... ilyen bútor... gyár. Gerislány lett ház. Azt mondja, mennem kell tovább jó játékot. Ja, már nem jövök vissza. Jó, persze, szia Csabikám. Szia Csabi. Ebbe akarsz bemenni? Hát a bútorgyárba is majd csak... el fog robbanni a kocsi, ha ez így. Na, akkor irány. Hadd robbanjon. Értékes. Na hát, ez beleragadta. Kocsival. Ez a legjobb rész a 7 Days to Die-nek. Szerintem ez tök érdekes része. Hoppá. Megoldottuk hát a kérdést. Csinálj. Hát vetettem rá a Boom Headshot-ra. Ja. Na, micsoda neveket találsz ki, Kenny. Már nem is egyet. Csinálj. Miki csinálj. Meg el is kell találni a fejét, mondjuk. Ja, hát én... mindenképp saját ládája van, vagy mi? Nem. Ez az autó, az nem fix. Én nem arra tettem, mert... hoppa. Jó, hogy ezzel a betű... oké, jó, akkor... hogy mentél be? Bementél? Van like. És ajtó, van egy nyitott ajtó, szokott lenni. Van like-a. Így látom, hogy jönnek itt minden, minden ajtón akar valaki jönni. Segíts! Szétszerem ezeket az autókat, lesz belőle benzin. Minden ajtón jön valaki, valami idegbeteg be akar jönni. Nem nyitható, úgyhogy megvárjuk. Hoppá! Szétleszelte szerődve te autó. Hoppá, itt meg hátba vágott. Annyi rövid csövem lesz, meg... Elfogyott a nyílvesztő, az a baj. Várjunk, az a baj. Hogy nincsen több nyílvesztő. Nem, Mikey lebemén. Kösz szépen. Hú, Fubatsuno Dearunak a feliratkozást. De jó volt. Kijöttem, ő bement. Kijöttél, ő bement? Ja, egy nagy ilyen motoros zombi. Hát, nem hiszem, hogy itt már voltunk ilyettem volna, de tettünk volna, nem voltunk volna. Hello! Hello, tesó! Jövök már? Köszi, Csaba! Adhatnál egy sisakot. Ez tuti lenne még. Csotány! Nem ad semmit. Hát, itt nincsen... nekem, én vagyok a csotány. Nem nagymama szerú, itt nincs felhézjelve. Nagymama szerű. Hát igen, ez egy külön mod volt amúgy rátéve, hogy sűrűbben adjon a sárga. De hát itt nem adott. Nekem adott két szennyes vizet, nekem az elég. De az nekem is, az nagy, és még sok is. Hát igen, ide még nyissunk be, mert itt még van egy-két láda. Ezt még nyissunk be ide. Nem az a másik fele volt a... de hányszor kell egy belédlődni? Ide még bekukkantunk, köszi a lájkokat, srácok. Hát igen, voltak itt, ugye az elej fele volt, de nincsen nálam kő, basszus, nem tudom megjavítani. Várja, adok. Várja, nem menj. Csak egy darabot, hogyha adsz, mert csak nem tudom a kis baltámat megjavítani. Na, hogy neki semmi! Vagy mondjuk, hát, én vagyok amúgy a béna, mert van ám ilyen fejszém, én meg itt izélek a kis... látod, csak így menőzök itt, hogy... kerülke! Amúgy már tényleg, amúgy tényleg, várj, már van még egy, mert neked tudnám adni. Várj már, Zsolti, ne menj be, gyere ide, Zsolti. Zsolti, gyere, tessék. Ez itt van nálam, én meg itt szenvedek ezzel. Mindjárt akkor is cserélem én is. Erre. Ládát, akkor már. Csak Axelék meg ne tudják. Mindjárt mit csináltok? Ezt a kis sztok, én mindjárt meg is sörözök egyet, mindjárt megváltozom. Ó, miért konzervet fogunk kenni, annyit hogy... én mondjuk egyet adhatnál éppenséggel. Gyere. Van itt, ó, hát itt hármat is adok, hallod. Adjál. Lehet, hogy olyat kéne bele volna. Sajnos sör csak egy van, nem tudok. Nem kell sör, mert...
De én szeretnék berúgni, úgyhogy egy utoljára még. Berúgni, már berúgni ér. Zsolti, kettőt látok. Mutasd az ujjaidat. Igen. Ó, de még az a hülye gyerek szögleg is. Mind rá a király, és akarsz engem ráúszítani? Hát itt a szép, de szép. Fajtázítóak ezek a szép. Gyere ide még egyszer. Jó van, hát egy kicsit... Itt egy autó, várjunk. Axel, berúggod gyerekek. Gyertek gyerekek, babám. Axel, még megvan otthon az a 9 sor, amit félraktam? Várja, már ez mi volt? Ez még egy... Ja, Chrysanthemum Seed. Katszervezt, abban. Merre van a haza? Haza nem eladó. Arra van a haza. Babi néni meg bab leves. Hát. Na, ki is józanodtam. Ez eddig tartott az a sör, ilyen kemény vagyok. Jó. Laci, tudsz csinálni csákányt? Még nem. Mostnak Axelnek egy kis széket, hogy ne legyen hiányba. Kell hozzá XP. Te rakunk egy rakott csereget. Cserege csinálunk az ásással tudsz barom gyorsan XP-t adod. Úgy tényleg, hogyha legalább 300 széket egymás mögé rakunk ilyen 80x8-as helyen. Ja, még itt van ez már a... De mire átugranak, addig nem... Járványérőm nem nagyon van, az a nagy baj, az a rossz hírem. Mondjuk ide még lehet ebbe a kis... garázsba vagy ki. Randos hova vagy? Hova menjünk? Itt a garázs, itt út beesik a garázs. Csak nem tudom. Amúgy az anyja tud fájni. De akarsz bemenni ebbe a... Ebbe akarsz bemenni ebbe a garázsba. De az a baj, hogy hát nem mély ez. Hát ugye, csak... Ugye egyetlen egy nagy, jó, egyetlen egy nagy baj van, hogy már így is túlsúlyos vagyok. Az a legnagyobb baj, hogy vannak benne gyerek. Viszont talán fejbe akartam. Zombis játékban azért csak egy kicsit meglepő. De az a baj, hogy itt vannak nálunk, nem nálunk. Az a legnagyobb baj. Nekem mire nincsen szükségem? Mi ez a krizantén? És azt majd találok, hogy is tettébe. Adtam egy tarkólövést macának, meg egy vállövést. Vigyelem. Én is. Achtung. Tudnám kitalálni, hogy merre fordulsz. Hát ezt nem fogod tudni kitalálni. Ki lesznek zombi? Tele vagy, már olyan vagy, mint egy sündi. De viccesebb lett volna visszajönni éjszaka. Lehetett volna itt futkarászni velük. Igaz. Nem én így jártelek volna titeket. Kemények vagyunk, mi? Jó, még erről jönnek ketten. Jó, még itt tenne. Kell valamelyik őtöknek egy ilyen NFL sisak. Milyen? NFL. Az mi? Amerikai faci, csak. Ja, nem. Akkor. Pedig kettő. Jára. Axel, neked kell? Most ez sisak, vagy bóló, vagy mi? Igen, sisak. Sisak, nem is láttam még olyat. Hát ez a baseball sisak az a tóra. Ja, de ilyen baseball sokkám olyan van. Ja. Nekem nem kell, mert csak nehezebb lesz a fejem tőle. Ugye, menjünk fel. Hát mehetünk. Fél 9. Ó, itt még vannak azért. Kell itt még azért. Van itt egy pár konkurencia. Ez mi? Tudom, de jó van. Jó, mert nem tudom, mi volt ez az épület, de én nem megyek. Csak volt ott bent valaki. Csak nem mentem ezzel az épülettel, na de... Majd én itt kimegyek. Akkor nem megyek. Semmi autók, nem jó egyik sem. Majd mondtam, hogy én itt kimegyek. Hát így kimegyek. Egy akcióta nem vagyok. Feljöttem egy emelettel a feljebb, hogy haladjunk ja. A kérdéssel. Jó. Oké. Okay. Én nem lennék féle vidra, mert akkor az orrod nem a helyén lenne. Ajajaj. Mit akarsz itt? Te ki vagy itt? Ha?
Nem tudom. Hát ezt az emeletet is itt megnéztem, úgyhogy itt igazából semmi különös. Hát akkor... Hát akkor... Úgyhogy mehetünk. Tele vagyok, mint a déli busz egyébként, és ott nem ez a lejárat. Hát itt még jönnek az éreket. Axel, a 8-i busz az jobban ilyen. Tele van. Sőt, a 8 óra előtt inkább. Ez kinyitotta vajon ezt az ajtót? Neki tudja, milyen privát. Egy gyógyszer. Akkor följebb, hogy lejjebb? Akkor én már ki is jöttem. Nincs már. Az emeletet már megjártam. Úgyhogy lejöttem onnan. Megyek haza kipakolni most már. Nem várt meg. Gyere. Ja igen, nekem, ja, igen, nekem kövem nincs. Ott tartottunk, hogy nincs kövem. Na jó van. Ja, nekem is nincs kövem. Jézusom. Jézusom. Egy darab kő. De azzal még várom. Én megvárnám, amíg tud alatt csinálni csak. Ja. Országomat egy kődarabért. Hogy? Egy lovamat a országért, vagy micsoda. Juhi! Megyek már, megyek. Axel, megszívtuk. Van itt egy kő. Fázisnál sikító. Csak nem féltek. Hát. Kislányok ezek, Csoni, kislányok. Na, nem csinálják kis követ. Szevasz, Dani, szevasz, lengyel. Hogy félünk, hogy félnénk? Följövök ide a szomszéd. Jó, acikám, csinálj nekünk vastuccokat. Ja. Na, hol van sikító? Ja, már kinyírtam, de hát elsikítette magát. Kincs 1,6 kilométerre van innen. Sose lesz ott, meg. Okay. Jövő majd jön. Csak biciklivel vagyok meg. Hajlandó kincset ásni, hogy elmenj a kincsért. Biciklivel, oké, akkor én csinálok én neked biciklit. Kell a biciklihez? Hát, elvileg van hozzá minden már. Hát kerékhez ott volt acid, meg... Hát, ja. Igazából szén is volt ott. Hol van? Ja, erre lakunk arra. Hát nem tudom, minden. Azt hiszem, én most majd rakok a vasat. Azt tudom, hogy valahol itt lakunk. Annyi kuzerrabazunk van. Nincsen még nyilvesszé, nincsen szó. 23, én kb. 40-et kidobtam a kukába. Kuzerrabazval, úgyhogy... Danikám, egy komoly kérdésem van, Twitch-es kérdés. Na, itt van az Dani is. Igen, az a nagy kérdésünk, hogy amikor te streameltél mind a két helyre egyszerre, akkor azt a Restream.io-val csináltad, vagy valami mással, mert ugyanis valami oknál fogva ez a Restream-es változat, az lehet, hogy csak egy beállítás kérdése, azért is kérdezem tőled, mert hú, de jó siek, belőttem messziről, mert olyasmi érdekeset csinál, hogy például egy Mozilla Firefox-szal, Mozillával, mindjárt fut a mama, tehát a Mozillával simán lehet például a te live-odat nézni, meg másokét, de például a Kossia Laciét azt írja, hogyha a Firefox-szal akarjuk nézni, hogy akkor kódolási hiba van, viszont a Chrome-mal meg lehet nézni. Tehát valami, de mi lehet ez a kódolási hiba, vagy mi? Tehát, hogy nektek valahogy máshogy van biztos beállítva valami, ami csak nem tudom, mi lehet az, ami... Jaj, nincs erőm. El vagyok fáradt. Dobjátok ki azokat, amik kell a... Ez a nagy szakmai kérdés, hogy ez hát mi a fene lehet az? Itt van még szén esetleg. Vagy például te Restream-mel csináltad egyáltalán, itt nem, vagy egy másik programmal csináltad, hogy ebben van még ez, hogy azt csinálja ezt a hülyeséget. Mondjuk most megy tökéletesen. Ott van acid, hogy kereket tudjál csinálni, meg műanyagból, ugye, meg szenet kell hozzá, azt tudom. Szén. Nem tudom még, hát pár megnézem, mi a vel. Aki ott a felső ládában, az legyen szíves kilép. Te nézd, hogy mi kell, mi a kerékhez. Egy jövőnál majd a szemetet. Igen, nekem mindig az ápol. A verhez kell 20 darab műanyag, az legumiból tudtok. Egy acid kell hozzá, kovácsolt vas 2, két olaj, azt is hoztam, olaj is van alá. De azt ki kell tanulni. Meg szén. Az olajat? Mi? Kereket? Nem. A biciklivel kitanultad. Nem? Ki van? Nekem is. A kovácsolt vasat kell leedileg, de... Az olaj kell nekem még. Hozol olajat?
Olaj itt volt a ládában volt nekem. Ha nem vettem még ki valaki. Olaj. Olaj, van két kvantum, ezt viszont. Itt is van még három darab. Erre megmúlva teszünk egyet. Ott van a ládában. Mert akkor azzal ugye már növekedett nekem a... Így van. Tehát a hátizsákon mérete egyrészt. Egyet tudtam ebből csinálni, de kucskálok itt is. Hát az nem sok. Itt van még egy, ezzel tudom. Ja, hogy Iron felszereléshez 20 szint kell, és 5-ös intelligencia. Na most a 5-ös intelligencia az megvan. Ezek a 20-as szint az meg... Itt is van még 3 olaj, mindjárt tudom. 8-as. Én találtam 3-at, hol vagy? Na, de nekem mi anyag kell igazából? Ezt mindjárt lehet szedni, ott csak a kerekeket kell. Szanyos, ez kettesen áll. Itt van az olaj. Veszünk egyet, és akkor most már én is jobban fogok majd craftolni. Mondjuk úgy van nekem elég olaja. De akkor le kellene menni műanyagot szét. Hát szed... akkor gyere, menjünk le műanyagot. A kulcsot hoz magad. Hát én annyi műanyagot találtam, azok nem lettek hogy? Meg, vagy nem találtátok meg? 20 műanyag kell egy kerékhez egyébként. Ja, jó, de itt alattunk is például a gyógyszertárban volt egy csomó műanyag. Akkor nem tudom. Vagy akkor... Nézd Isten, szívrámat... Jó. Valaki szívrámat oszta rá most, hogy itt szétütött valamit. Ez célpont volt, és te voltál. Na, én azt mondom, srácok, azt mondom, igen, mert én durván, sőt már, ja, meg nagyon picit meg is haladtam, tehát én 3 órája streamelek, és azt mondtam, hogy... akkor én most abba hagyom, viszont akkor Kosyáci, Csoni, nem tudom, nálatok megy még tovább? Hát én is lehet, hogy kilépek egy fél órára. Hát én is azon gondolkozok, hogy meg kéne vacsorázni. Hát akkor egy kicsit, akkor kilépek. Fél óra múlva viszont live nélkül játszhatunk még, ha van kedvetek. Hát nekem kéne csinálni ott nálam is. Hát akkor én indítasz live-ot 7 days. Hát kilépem. Mi megcsinálom ezt a biciklit? Jó. Jó. Na, én viszont megköszönöm, hát aki esetleg még, nem tudom, Csonni, te még van a live-ba? Nem, én nem. Nem, akkor én senki, jó, akkor, jó. Hát, ezt akartam mondani, viszont, hát, ja, Csonninál meg Kostyarszínál is ment a live, azért is akartam, azért kérdezgettem őket, de akkor senki. Sziasztok. Jó, köszi, hogy itt voltatok, köszi a lájkokat, és, na, hát egy kis nosztalgia, meg hát akkor ezek szerint azt beszéltük, hogy bérlünk szerót, úgyhogy majd akkor többet fogunk játszani. Na, én is van. Köszönöm a lucot, köszönöm a lájkokat, köszönöm Gabesznak a támogatást, köszönöm a játékot a Frischer Zsoltinak, Isten tartsa meg a szokásotokat, köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, mindenkinek kellemes éjszakát kívánok, aztán meg majd holnapi napon találkozunk, addig is legyen szép estétek, sziasztok! Sziasztok, hello, sziasztok! Én is köszönöm a figyelmet, feliratkozásokat! További szép estét, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok! Mali!